Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello. Hát, sziasztok. Hello, hello, szevasztok, jó reggel. Na, mi van? Hamar leült. Hamar megültünk, igen, hétfő van. Hát ez mindig nehéz egy kicsit feldolgozni. De itt vagyunk, és valami furasságban ráfagyva az utakra, mert ilyen furán csillog, nem láttátok? De közben meg nincs hideg, nem nagyon értem, ónos eső nem volt. Mégis olyan, mintha ilyen jégszemcsék lennének belefagyva a betonba. Elég furán néz ki. Nem tudom én ezt hova tenni. Gyémánt rakomány gurult szét. Aha, igen, a patina. Az utakon csillogó patináról van szó. Nem tudom, most nincsen fagy, mert 5 fok körüli a hőmérséklet, hogy egész jó idő van. Én reggel megmondom őszintén, hogy meglehetősen nagy boldogsággal konstatáltam, hogy az ég csillagos. Picit a tegnap estéből kifolyólag arra számítottam, hogy iszonyú borús lesz, zuhogni fog az eső, stb. Igen. És így egy nagyon nyálkás, undorító, nyomorult, igazi hétfő reggel köszönt ránk, de nem. Kimentem, felnéztem az égre, és láttam a csillagokat. Ja. Szó, nincs ezzel gond. Nincs benne. Így van. A hétfőnek azért kell örülni, mert utána kedjön a szerda, csütörtök és a péntek. Tehát, ja, igen. Ez egy pozitív hozzáállás, igen. Igen. Mi ez a nagyon fényes csillag, láttátok? Van. Van egy nagyon-nagyon fényes. Hát elvileg az esthajnal csillag kell, hogy legyen, tehát az magában a Vénusz. De annyira fényes, hogy ilyen olyan volt, mintha, mit tudom, egy repülő megállt volna egy helyben, és kivilágították volna. Nem láttátok? Na, lehet, hogy egy lejárt szavatosságú ruszki űrállomás. Az is lehet. Lehet, hogy én közelít felén. Én ugye mozogtam, tehát én nem láttam, hogy ő mozog-e, de szerintem nem mozgott, csak az esthajnal csillag szokott ilyen fényes lenni. Akkor az a Vénusz. Azaz. Menjünk egy megfigyelésre? Hát itt a városban már kevésbé látszott, ahonnan jövök ott. Ahol farkasok és medvék járják a vizeket. Az egész az erdőben. Az orvosok világában. Az orvosok világában. Ott olyan szinten fényes volt, hogy egy pillanatra oda kaptam a fejem, megnéztem, hogy ez mondom, most mit látok. De az égbolt is alapjelvűen tiszta, igen. Ideje volt már 2 nap eső után. Hó, nagyon nyomorult. Nyomorult volt egyébként. Én a hétvégéről nem is tudok én értelmesen izgalmasat mondani, mert hogy a legizgalmasabb egy szülinap volt, az egyik kedves barátomnak a kislánya ünnepelt az egyéves születésnapján, és akkor, hogy oda elmentünk, és ott volt egy 70%-os csokoládé tartalmú, prémium minőségű torta. És igen, tehát, hogy ez volt benne a legjobb, de egyébként a kislányok is sok boldogságot és jó egészséget. Utólag, mert akkor kicsit úgy félre söprödött ott a dolgok mellett. Az egyéves kislánya ünnepelte a születésnapját, tehát ő ünnepe, nem a szülők, figyelted a megfogalmazás. Igen. Az egyévesen jelezte, hogy neki erre igénye van, de meg kell ünnepelni az egyéves gyereket egyébként. És mindenki zseniálisan főz egyébként a családból, és imádom, picit olyan volt, mint ha a Ferivel töltöttem volna a hétvégét, csak női hangon mondta mindenki ugyanazt, amit Feri szokott általában, hogy ez most nem sikerült olyan jól, nem, igazából nem így terveztem, de, és akkor amikor így kezdődik egy mondat, akkor már tudod, hogy valószínűleg le fogsz olvadni a székből, mert minden olyan jól. Vagy a másik vonat, hogy csináltad ezt, 20 perc, hallod, semmi. Hallod, 5 percet összedobod. Ha valaki megpucol, elmosogatod a készítik. Igen, ez 15 perc alatt megvan. A sütőből való kivétel utáni kihűlést az számítva 5 perc. Igen. Onnantól ez 3 perc alatt. 3 perc alatt megvan. Na mindegy, jó van. Ja, és nagy nap lesz egyébként ma, csak hagyd mondjam el azok, akik kedvelik a zombi sorozatokat, ezen belül is a Walking Dead-et, mert hogy ugye ma fog indulni. Újra indul. Így van, ráadásul ugye most már Magyarországra is ellátogat a sorozat szinkronizált formában, úgyhogy ennek is ma van a napja 10-én, és hát most folytatódik a 4. évad is. Ja, tehát ez hivatalos magyar tévécsatornán megtekinthető. Hát, a magyarnak nem mondanám, de vagy hát már Magyarországon fogható tévécsatornán. Nem kell izét, nem kell letölteni meg ilyeneket. Így van, első évad, első, második rész, úgyhogy ez tök jó. Én ezeket mindig nagyon díjazom, amikor egyszerre nem csak egy résszel köszöntenek be, hanem így egy picit több lesz. Úgyhogy ez jó lesz, meg a 4. évad, 9. rész is. Ez a horroros? Igen. Aha. Igen. Jó, a horroros, mindent vívős, mindenkit lenyomós, mindenféle. Igen, népszerű. Hát most múltkor vetítették ezt a kört. Eljutottam odáig, hogy beteszi a videókazettát. De ez melyik? Az eredeti japán, vagy a feldolgozott amerikai, vagy nem tudod? Szerintem amcsi volt. Amcsi, az is jó. Az már a remake egy japán. Nem mertem megni. Odáig jutottam, hogy beteszi a videókazettát, és azzal álmodtam. Az összezavaros egy kicsit. Én azt azért nem szeretem, mert olyan jól sikerült, hogy én is ki voltam készülve egy darabig. Én azt egyszer néztem nem meg. Mondod. De van egy. Hát a japánok elég betegek, ugye a fantáziájuk is. És ők ezekbe a kicsit ilyen pszichovonalakba nagyon-nagyon otthon vannak. Ott az eredet is nagyon durva. Meg szerintem a remake is. Aha. Na, úgyhogy, én féltem. Úgyhogy ez nem az enyém, ez a Walking Dead, azt hiszem.
És egy picit örülök neki, hogy nincsen már ilyen adásszünet a tévében, amikor így sistereg, meg hangya, foci, meg ilyesmi, hanem monoszkopok mennek helyette. Mert mindig előtt, amikor megnéztem azt a filmet, utána állandóan mindig kikapcsoltam gyorsan, mielőtt vége lett volna az adás. Hogy kimászom egy kislány a tévéből. Igen, az kemény egyébként, ez egy tényleg kemény sztori. Próbáltam magam rávezetni, mert most azon vagyok, hogy ugye itt kapuzárási pánik 40 fölött, hogy keresgéljél olyanokat, amiket eddig még nem bírtál, nem szerettél, és akkor kipróbálni. És úgy kezdtem, megettem egy almát, nagyon rossz volt, de csak úgy magában, és mondom, neki megyek ennek a horrornak, hogy Jani mit szeret benne, mert én nem bírom megnézni, tehát én konkrétan félek, de tényleg, hogy... De az pont egy ilyen nagyon félős, egy Walking Dead egyébként negyed annyira, nem annyira durva, mint egy ilyen kör például, az inkább csak ilyen jó zombis, amit így jó nézni, de nem félsz rajta annyira. Csak mindenhol van egy zombi, de ez a kör, ez elég nyomasztó. Aha. És másnap nem merek lemenni a garázsba, majd fogadjuk. Azt is összetajod magad. Egyébként, hogy visszatérve még egy picit a Walking Dead-re, marhára tetszik az, hogy már hetekkel ezelőtt ugye elkezdték a felkészítést, a rajongó felkészítését arra, hogy jönni fog a sorozat, megint itt lesz az új folytatás, és hogy lehet neki rettenetesen örülni, és mindenféle ilyen kis videók lepték el az internetet, és ezek közül az egyik, ami nekem nagyon tetszett, a Daryl nevű szereplőt tréfálták meg. A Daryl nevű karaktert játszó színész tréfálták meg azzal, hogy elhívták egy interjúra, és előtte egy mozgásszerű rendellenességekkel, karoklábak nélkül született fiút, aki nagyon nagy rajongója a Walking Deadnek, átmaszkíroztak zombivá, és berakták őt, beültették egy kis szervizkocsi alá. És a mi srácunk beült, szépen várt az interjút, és a megfelelő pillanatban, amikor a stáb elbújt többi tagja, azt mondta, hogy most, go, gyerünk, action, akkor kirongyolta a kis emberke, a kis zombi a szervizkocsi alól, és össze-vissza szarta magát. Derülünk, aki a legkeményebb karakter egyébként a sorozatban. Iszonyat jó volt. Fönn van egyébként a neten ez a kis videó, érdemes megnézni. Nagyon nagy örömködés volt. Nagyon nagy. A srácunk is hatalmas élmény volt, nyilván, akit átmaszkíroztak, egy életre szóló nyilván, és hát én már maga a maszkolás is nagyon jó, hogy ő maga az lehetett meg, hogy találkozhatott a nézők kedvenccel. Azért ez aranyos. És élvezett volt látni, ahogy Daryl, aki a legkeményebb számszeríjas zombivadász a sorozatból, iszonyatosan becsinált. Igen. Egy moziban voltam hétvégén, láttam egy egészen jó filmet, nagyon lassú, de nagyon érdekes a dolog, amivel foglalkozik. Ez a Spike Jonze-nak, ez a Nő című filmje, nem? A Nő, ennyi? A Nő, ez a, igen. Nem is hallod, annyira lassú, hogy még hozzánk nem ért el. Igen. Bekárcsázós, net van, lassan jön. Hétvégén telefonált az Iker? Nem volt, nem tudtam semmi. Edd már, le öreg! Iker csörgött. Nem, egyébként egy viszonylag friss film, tehát ezt azért még nagyon sokan nem ismerik. A Joaquin vagy Joaquin, nem sosem tudom, hogy kell mondani, az a Phoenix játszik benne. Aha. Joaquin, nem tudom, a hogy mi. Igen, az egykori nyúlszájos srác. Igen, mondta, hogy a Phoenix. Igen. Aki egyébként irgalmat nagyon színész, leginkább mondjuk, hogy a blockbusterekről van szó, akkor ugye a Gladiátorból. Igen, ott is játszott, ismert. Igen. Igen. Érdekes a film egyébként, arról szól, hogy nem mondják meg, hogy mikor játszódik, csak az van benne, hogy... kitalálnak egy olyan operációs rendszert, ami tud beszélgetni veled. És választhatsz magadnak hangot. Bekapcsolja az operációs rendszert, és kiválasztja a hangot, és Samantának hívja az operációs rendszerét, majd elkezdenek Samantával beszélgetni. És ez a dolog odáig fajul, hogy elkezdenek érezni egymás iránt. De az oprendszer is? Az oprendszer is tanulja azt, amit a csávó érez. És ha a csávó érez, akkor azt az oprendszer is megtanulja. És ebből indul maga a sztori, hogy milyen az, amikor te magányos vagy, egyedülálló, kicsit kitaszított a társadalomban, nem nagyon találod a helyet, de egyszer csak valaki kedves lesz hozzád, a saját operációs rendszered. És szerelmes lesz az operáció. Szerelmes leszel a csajba, mert a csaj meg közben nagyon jó fej. És sosem nem jelenik meg, csak dumál állandóan. De és akkor elindul kettőjük között egy ilyen viszony. Nagyon érdekes, és azt mutatja, hogy mint 20-30 év múlva, ha ez lehetséges lesz, akkor még jobban mennyire leszel idegenítve mindenki a telefonja által, ugye, mert most is azt látod, hogy ülnek, nyomkodják, senki nem szól senkihez. De ha majd ezek a rendszerek beszélni fognak, na akkor jön a nagy világ. És akkor mi történik, vagy hogy történik? Érdekes. Elgondolkozol rajta, nagyon jó. De lehet, hogy még maga a beszéd az, ami zavar a társas kapcsolatban bennünket, tehát az oprendszerünkkel se akarunk beszélgetni. Az oprendszert akkor kapcsolod ki, amikor akarod. Hát, mondjuk igaz. Megnézi a leveleidet, automatikusan válaszol, átfésüli a leveleidet, nem kell már leülnöd a képernyő elé, elküld leveleket, megbeszél neked találkozót, fölhívja azt, akit kell, tehát én fölhívatlak téged az oprendszeremmel, és az én nevembe asztalt foglal neked. Aha. Tehát mindent csinál neked, olyan, mint egy titkárnő.
de nem húsvérember, hanem csak beszélget veled. És akkor, hogy lesz ebből egy érzelmi viszony. Nagyon lassú film, de nagyon érdekes. Végig kell nézni. Jó, jó. Erről szól. Uh-huh. És akkor azt látod, majd szállnak ki az emberek a metróból, valahol Ázsiába játszódik, szerintem Szingapúr, és mindenki beszélget már a telefonjával. Tehát már nincsenek társas kapcsolatok, hanem már úgy látott, hogy szállnak ki, és dumál mindenki a saját oprendszerével. És lehet választani, hogy Mohabával beszélgessek? Lehet. Hogy férfi, vagy pedig lehet. Igen, aztán ebből vannak a bonyodalmak, hogy mi történik, hogy történik. Aha. Jó, és csak egy ilyen hűséges csatos, vagy pedig akkor már van saját személyisége is az oprendszernek? Van saját személyisége, meg ami ki van kapcsolva, addig ő tanul. Tehát amikor te offline-ba rakod, akkor ő fizikát olvas, tehát ő közben társalog másra, tehát ő elkezd tanulni. Hó. És mindig, mikor visszakapcsolod magad, már egyre fej, és egyre jobban. És akkor tanulja az érzelmeket, nézi, hogy te mit érzel, tudsz vele beszélgetni. Nagyon jó film. Azt tökéletes, amikor összeveszel a saját operációs rendszereddel, és onnantól kezdve duzzogtok. Nem hajlandó, igen, duzzog, és nem hajlandó teljesíteni a te kívánságaidat. Nem küldi el az e-mailjeidet. Szűrébe érkező e-maileket. Rosszat küld. Igen. Felmond a főnöködnél. Szóval jó ez, hogy ide az egymásra szerelmesedtek, csak az a csúnya szex. Csak tehát, hogy van az benne az is. Rezgőre állítod, és oda teszed, ahova jó. Ennyi? Nagyon jól oldják meg a szexet. Fú, a szexet nagyon jól oldják. Nagyon jó. A második szex az nagyon jó. Az első az nem, a második az egy nagyon jó ötlet. Aha. Hogy szervezi meg az oprendszer, hogy ő is érezhesse azt. Tehát egy nagyon, nagyon okos film. De van benne azért egy húsvér. Van benne. Aha. Van benne, vagy igen? A laptopodat kell rácsapni a brére is. Az adobazó. Ingyencek meg. Igen. Na mindegy, szóval, hogy érdekes. Jó lassú film, meg aki szereti ezen pörgős filmeket, ez nem, de aki kicsit így el akar ezen gondolkozni, még szereti ezen belassul. Ilyen nagyon érdekes hangulat a film van a filmnek. Nem mondják meg, mikor játszódik. De az egész nagyon futurisztikus. De a nyakunkon van. De sej? A nyakunkon van. Hát figyelj, ez egy logaritmus szerintem, amit ha egyszer valaki rendesen megszerkeszt, és mondjuk a szoftver úgy tanul, hogy minden egyes szóval, amit te mondasz, és ő nem ismeri, ő bővíti magát, és utána tud keresni, és el tud kezdeni veled beszélgetni, szerintem ez egy évtizedek kérdése, és ez megvan. Most az, hogy tud-e érezni, vagy nem, az oké, de hogy beszélgessen veled, az már azért nem olyan nehéz. Hát, néhány év, talán nem is évtizedek, hanem még rövidebb idő. Szerintem egyébként ezt a fajta fejlődést az is hozza maga után, hogy te is mondtad egyébként, az emberek nagy része olyan szinten rá van gyógyulva a telefonjára, hogy az elképesztő. Valamelyik héten téma volt, szerintem amúgy pont a Wiki hozta be, hogy vannak a különböző üzletekben, ahol vásárolnak, bevásárló központokban, ugye a nők és a férfiak nem tudnak magukkal mit kezdeni, és akkor leülnek ilyen sarokba, és akkor így el vannak. Az Londonban van, igen. És volt egy ilyen fotó összeállítás fönt a neten, ezekből, és így nézegettem, hogy minden egyes képen ugyanaz volt látható, függetlenül attól, hogy egy ember vagy több ember volt, vagy egy férfi vagy több férfi volt látható rajta, az, hogy az emberek ülnek, és nézik a telefonjukat. Tehát, hogy nem az, hogy hárman vagyunk, sorstársak vagyunk, ugyanezért vagyunk itt, mert a feleségünk, barátnőnk, csajunk elment valahol, és vásárolunk, dumálgatunk egymással, nem. Meg kell mindenki bele volt. Macerás, ez az egyszerű. Mindenki bámulta a telefonját. Ja. Na most gondold el, lesz egy állandó barátod, hogy hány magányos ember van, hogy hány egyedüli ember van, hány depressziós ember van, aki csak azt várja, hogy valaki szépen szóljon hozzá. Na most ezt megalkotják, ezt létrehozzák, onnantól kezdve a büdös életben soha többet senki nem lesz egyedül. Senki nem érzi magát magányosnak. Tehát, hogy maga a film nagyon reális, mert elkezdesz valakivel barátkozni, te, aki egyébként elváltál, aki van egy munkahelyed, de nem igazán szereted, és nincsenek barátaid, és van egy jó high-tech kecód, és ott ülsz, és mondjuk PlayStation-özöl. Egyszer csak lesz valaki, aki várja, hogy hozzászóljál, aki megkérdezi, hogy milyen napod volt. De elmondja. El tudsz vele menni, síelni, vagy egy fröccsöt? Úgy tudsz vele elmenni, hogy folyamatosan ott van a füledben. Hogy ott van a füledben. Nem látod, hogy perecel a sípáján. Nagyon nem, de nem feladatokat ad neked. Igen? Tehát van egy nagyon jó rész, elmennek a vidámparkba, és azt mondja, hogy fordíts körbe a kamerád, csukd be a szemed, menj előre, fordulj balra, fordulj jobbra, menj ahhoz az emberhez, mondd neki azt, hogy uram, ő tudja, hogy ma szakad az eső, tudod, szikrázó napsütés. És röhögnek ketten, tehát jól érzik magukat az operációs rendszer, elkezd humorizálni, és a csávó pedig ráfűz, és egymást ugratják. Azt a kutya. Nagyon jó ötlet, szenzációs ötlet. Na itt költözöm olyan helyre, ahol nincs térerő. Na itt véged lesz. Figyelj, véged lesz. És, igen, logaritmus mondtam? Algoritmust akartam. Mindegy. Mondani. Mindegy. Reggel van, ne kötözködj. Ilyen algoritmus. A harmadik rész pedig a bioritmus. Gyerekek, azt is nézzétek majd. 3-4-5 kokeltem egy algoritmus, logaritmus, nem lehet megbocsátani, tényleg. Szóval igen, na, hogy valaki ír egy ilyen algoritmus.
Úgyhogy érdekes. A film címét kezdik, a nő, ez a film cím, a nő. De valahol azért... Nagyon jó, nagyon érdekes. Ijesztő, nem? Hogy, tehát, hogy egy kapcsolatot keresel, de valójában nem egy húsvér igazi emberi kapcsolatot keresel, de valahol mégis azt pótolod egy ilyennel, nem? De nagyon sokan vannak, akik nem húsvér emberi kapcsolatot keresnek, csak csetelnek, de már randira nem mennek el, felmennek mindenféle ilyen-olyan oldalakra, kicsit ismerkednek, de húsvér dolgot már nem akarnak. Félsz a csalódástól? Ne félsz a kapcsolattól, elmagányosodsz, félsz a társas interakciótól, már elmész valakivel randizni, már otthon a gép előtt jobban érzed magad, már nem mozdulsz ki a lakásra. Szerintem nagyon sokan élnek így, akik majdnem eljutnak egy randira, de nem azért, az veszélyes, ott sérültek, ciki, zavarva vagyok, inkább otthon gép elől. Ezeknek ez... A Kánán? Az megváltás. És mi van, hogyha valami dilinyóshoz kerül, aki pont mondjuk rossz helyre használja? Nem lövöm el, mert ez is, erről is van benne szó, hogy mi történik. Aha. Tehát egy nem akarom elmondani. Állathoz. Fúj! Igen. Hát persze, hát akkor... Ha három közül valakit kéne mondani, aki szerintem nem lesz vevő erre, az a Feri. És nem az éme, hogy hívják, mert 19. századi technikákat előszeretette, hanem hogy őt annyira nem tudnám elképzelni, hogy mondjuk nem egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen vásári forgatagba idézőjelbe, vagy egy főzőiskolába, vagy egy buli közepén jófejeskedve, dumálgatva, a másik hátát csapkodva, egy sörrel a kezében mászkál, és szórakozik, és jól érzi magát. Megvan a helye a kütyüknek, tehát hogy nekem nincs vele bajom, nekem az a bajom, amikor kivált minden más. Tehát figyelj, nekem ez volt először ugye az almás. Én imádom használni, hogy vagyok valahol, és nem tudok valamit, ott az internet, és megnézem. Én erre használom, erre szeretem. De az, hogy nem mész el inni a haverjaiddal. Hát most hogy reggeliznétek, ha nem mentem volna el két fesztiválra? Igen, csak nem mindenki. Persze. Ebben tök igazad van, de nagyon sok az antiszoc ember. Tehát azok, akik egész egyszerűen félnek a társas érintkezéstől. Tehát te egy társasági ember vagy, persze, de van a másik véglet is. És abból van több. A befelé forduló, antiszociális, elmagányosodott. Magának köszönheti. Hát szerintem nem feltétlen. Vagy magának is részben. Nem feltétlen. Mert ha te nem teszel azért, hogy legyenek emberek, akikkel te le tudsz ülni, hát lehet, tettél csak, csalódtál, nem jött össze, tudod, elhagyott a feleséget, bezárkoztál, tehát ennek azért vannak árnyalatai. De vannak okai is. Hogy nyilván okok is vannak, persze. Na mindegy, érdemes megnézni. Jó film, tényleg. Mi lett a múlt hét végeredménye? 5? Hát, szépítettünk, nem. 4-1? Nem, szépítettünk. 4-1? 4-1, 3-2. 3-2 lett, ugye? Igen, de sajnos már hét közepére elment. El, úgyhogy bárki játszik, vegyünk revansot, jó? Ez egy nagyon-nagyon csúnya. Én mindent megtettem a múlt héten, gyerekek. 2 hozott pontom van, így ti van. Jöttök. Én is itt ültem. És visszaszámoltál, azt ne felejtsük el. De profin. Igen. Na, lehet jelentkezni akkor játékra. Jó. És hát valaki olyan, aki nem túl jó, ha ennyit kérhetünk a magunk védelmében, hogy ezt lehet, hogy szeretnénk megnyerni. Rettenetesen csúszik az 51-es Pest megyében, írja valaki, hogy életveszély. Igen, ezt én is mondtam, hogy nagyon csúsznak az utak, de nem volt ónos eső, vagy lehet, hogy volt. Valami fura dolog van az utakon. Igen. Nem hiszitek el, utána szintén az 1-es úton a 42-es körnél van megint egy baleset. Ez valószínűleg valamelyik SMS-nek a folytatása. Ott 2 autó ment össze, rendőr autómentő már kint van. Ezt Ádám küldte nekünk, itt van, igenis, itt van az első SMS. Az 1-es úton Szár és Bicske között, körülbelül a 41-es körnél autó az árokban, ott is kim van már, és utána 42-es körnél is van egy baleset. M7-es 13-as kilométer, 4 autó csattant egymásba, az is szép. Húha. És a 64-es út nagyon csúcik, gyémántporos, micsoda, gyémántporos cecénél láttam sószórót, vigyázzatok. Mert küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Mondjuk semmiféle riasztás most nincsen. Nincsen? Nincs, direkt nézem most. Mi a fene van az, micsoda? Sehol semmi. Tényleg nem tudom. Veszprém Tapolca jól járható, 64-es út Mezőszilastól Enyink felé tükörjég, valamint a Balaton déli partja is szintén az, Kolcika küldte ezt nekünk. Jó, lehet akkor jelentkezni játékra, egészen nyugodtan, jó, mi pedig jövünk a hírek után. 6 óra múlt 50 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, az élet sója? Ez, igen, Nikolaos maga. Igen? Uh-huh. Ez az a sorozatnak a zenéje? Milyen sorozatnak? Nem azt mondta, hogy az élet sója? Nem annak a... Ráthangoltam, az a címe. Ja? Na, hát akkor nem.
Nem. Nem, nem, szerintem. Ez a baj, én ezt a sorozatot nem nézem, mert nem ismerős, nem volt így ismerős a zenem. Te, hogy van most egy, igen, van most egy ilyen új, igen. Van egy új, igen. Igen? Tudod, a TV2 van az édes élet, azt hiszem az a celebes, meg van az élet sója, amikor civilek vannak. Hát elég kevesen nézik, de... És itt azt érjük, hogy az élet, és kint hallgattam volna ennek az új főcímdalát, akkor a Nikolász énekli. Átpártolt. Igen. A TV2-s éjjel-nappal Budapest gondolom. Ez az, nem? Ez a TV2-s éjjel-nappal Budapest, igen, 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 igen. De lehet, hogy aztán nem, nyilván az élet sója lenne, akkor a dal címe is élet sója lenne, mint hogy a Tóth Gabinak a Budapest éjjel-nappal az a dal címe. Igen. Na mindegy, jó, ezt nem fogjuk tudni megfejteni. 51-es úton a 34-es kilométernél egy mikrobusz a fának ütközött, ami a torlódás van. Ezt Paca küldte nekünk, köszönjük szépen. Agárd és Székesfehérvár között tükörjég az út, Dinnyés előtt autó az árokban, mentős Peti üzente nekünk. Százhalombattánál is iszonyatosan csúszósak az utak, óvatosan emese. Hogy van ez, hogy volt dónos esőriasztás éjszakára, vagy ma reggelre? Nem. De hogy közben mondom, nem. Hogy valami nem stimmel az utakkal. Egy ilyen átlátszó ilyen réteg van rajta, amit úgy tör a fény, hogy ilyen pici, ilyen kis gyémánt szemcséknek tűnik maga az út. De az ónos eső nem ilyen. De lehet, hogy a sima eső is lefagyott. Nem? De ahhoz képest meg nagyon meleg van, mert plusz 7 fok van. Aha. Érted? Mik vannak? Hihetetlen, mi? Elképesztő. Megőrülünk annyira durva. De tényleg fura egyébként. Na, azt mondja, hogy megnézzük akkor, hogy ha a hetet kinyitja, jó, már itt is van az első játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ne! Halló, jó reggelt! Halló! Nem, ez nem hiszem. Nem hiszem. Pista be. Jó reggelt, lőkáim, hát jó reggelt. De már ilyenkor a játékra jelentkezel, Pista bácsi? Hát bárcsán gondoltam, írok egyet, hogy megkocsultam, tudod, ezt a rádiót, aztán mondom már, mire hát múltkor, ugye nem sikerült, aztán, hogy játszunk akkor már. Figyelj, egy ajándékcsomag most, ha megmondod, hogy kamu vagy. Hm? Most játék nélkül egy dupla felturbózott, nagyon high-tech ajándékcsomag, amit találok, belerakok. Hm? Ha most váltasz a normális hangot, és azt mondod, hogy jó gyerekek, oké. Okay. Na, eddig hát, ez egy vicc volt. Fél éve szívesen. Én váltanak, de hát most ugyan kértek engem, hogy itt az utózzak te nektek. Hát jó lenne az olyan csomag, már jó lenne. De hát most mondjam, a szukkamú vagyok. Hát akkor kamú vagyok. Hát most... Honnan hívtál minket, Pista bácsi, újra? Hát a telefonról hívtalak, gyerek. Na jó. Nem egy a hídról hívtalak, hát igen. És mit csinálsz arra felé? Ott te ott laksz? Már tudom, hogy többször mondtad, csak most erre én sem emlékszem. Hogy... Persze, hogy ne itt lakok, itt akár az is valóban itt tudod, itt áll. De a Szecsődi Dezső szomszédságában itt számítogatunk. Szecsődi Dezső? A Szecsődi Dezső? Persze, hát lökött kis gálágól a gyerek a hittán. Ah, mert én igen, mint a Szecsődi Karcsi szomszédságában laknál egyébként, igen. Hogy telt a hétvégén? Nagyon jó idő volt tegnap, itt tudod, itt még a magyarok is előbújtak hamarabb a tojás, mint köled volna, de legyen a tavasz ide. Ja, Istenem, nem lehet. Kész vagyok ettől. Na jó van, Pista bácsi, hát egyébként a múltkor beszéltünk, rácsörögtünk, csak úgy spontán, emlékszel? Nyilván emlékszel, persze. Hogy ne, hallottam a telefon csörgőt, igen, és beszéltünk. Beszéltünk, igen, igen. Na jó van, kivel szeretnél játszani, Pista bácsi? Lalaskám, szeretnék, hát a múltkor ugye nem sikerült. Mi volt a múlt? Hogy már játszottunk? Persze. Már régen, igen, régen. Te ott bukkantál föl, mint Pista bácsi? Tehát a játéknál? Akkor játszottunk először. Ja tudom, és ott ment ez, hogy az emberek már mit meg nem tesznek azért, hogy játszanak, elváltoztatják a hungat, és idős embert játszanak, és akkor elindult egy ilyen, igen, tudom már tényleg, ott indult el ez a igazi vagy nem vagy igazi című történet, igen, 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 igen. Hallgatok egy része, azt mondta, igazi vagy, a mások azt mondták, nem vagy igazi. Hát szégyent hoznak ránk, akik ilyenekkel próbálkoznak, tudod. Akik azt mondják, hogy te nem vagy igazi, ugye? Hát hogy ne. Hát hogy lehetnek ilyenek, persze. Na jó van, oker. Mehetünk? Persze, érted, Pista bácsi, ezt, hogy oker? Azt tudod, mit jelent? Oker Zsolti.
Aha, jó. Bokkár Zsolti. Volt ilyen, majdnem ez volt a neve egyébként, igen. De tényleg ez volt. Na jó. Jól van. Na mehetünk, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Gondolom, szeretnék kérdezni, hogy visszavágjál a múltkoriért. Hát, Balázska, gondolod, kérdezzek. Kérdezzél. Hogy vagy te, mint fiatal ember, mégis hallottam, te még siálsz, ugye? Így van, sielek. Sieltél valaha, Pista bácsi? Álltál lécem? Valamikor? Ó, állt a lécem, bárszá. Jézusom. Figyelj, mit mondtál, mikor születtél? 1900. Hú, már rém, azt is felejtettem, látod. Ah. Jó régen voltam. Mert én emlékszem, hogy mit mondtál, csak azért kérdezem. Melyik évet mondtad? A múltkor, amikor beszéltünk? 27. október 6-án. Basszus, ez lehet, hogy stimmel. Akkor születtem, Balázska, 86 éves ámulottam oda, tudod. Milyen jegyű vagy? Milyen jegyű? Ahogy ma régen kaptam jegyeket az iskolában. Aha, tehát nem tudod, mi? Tehát október, rámondtad az október, de nem tudod, hogy milyen jegyű vagy. Na jól van. Jó, a játékot megnyerted, de ügyes vagy, de most azért ez... Gyerekek, perdöntő bizonyítékot találtam, nem tudtam megmondani, milyen jegyű. Hát, szólaljatok meg, hát erre mondjatok valamit. Én inkább azt mondanám, hogy továbbra is sikerült Pista Várnak bizonytalanságban tartani a minket. Igen? Hát persze, már a dátum az például stimmelt. Majd mindjárt na visszanézzük. Ez a jegy szerintem szórakozik velünk, tud ő mindent. Mindent tud ő, csak folyamatosan tartani a minket. Balázska, én ma öreg vagyok utazgatni, de gyártik el egyszer, aztán majd iszunk egy jó fröccsit a társai barátommal, jó? Na megnézzünk, figyelj, ha arra megyünk a tavaszi turnén, akkor biztos, hogy megnézünk. Mm. Jó? Jó, még a kutyám is szivarosznak, mert mi olyan világot rendezünk. Jó, bemegyünk. Bemegyünk valamikor, meglátogatunk, arra megyünk, akkor mindenképpen bemegyünk hozzád, váratlanul. Megye hídra, ugye? Igen, hogy ne, tehetétlenül. Szombathelyre jön, hosszú buszod, megy zsál. Jó. Szombathelyre lehet, hogy megyünk egyébként. Na, nagyszerű. Jó, úgyhogy akkor meglátok, visszatérünk erre. Köszi a játékot. Sziasztok, lőrkány. Szia, Pista bácsi, ciao, hello. Jó egészséget. Gyerekek, be kell hozzám menni személyesen, látogassuk már meg. Hello, Anna. Jó reggelt, sziasztok. Tényleg így lesz a föl. Tehát, hogy nem lehet bebukni. Na jó, de ha írsz egy SMS, hogy jelentkezz a játékra, hogy Pista bácsi, utána megszól a telefonod, persze, hogy így veszed föl. De figyelj, különféle telefonokról hívtam már, nem gondolt, hogy én mindig ugyanaz, elküldi a számát. Tehát itt vannak kollégák az asztalon telefonnal. Én arról hívtam. Most? Bármikor volt, hogy megcsörgettem csak úgy, mert szerettem volna bebuktatni, hogy infót mondjak. De mi délután kettőkor rácsörögtél? Adás alatt, nem is írt a kis öreg SMS-t. És tolja, és tök ismeretlen számról hívtam. Tehát, hogy gyanús nekem, lehet, hogy nem kamu. Hát lehet, de akkor lehet, hogy így beszél. Mert azt nem tudta megmondani, hogy milyen jegyű. Ugye, októberi? Hát jó, de 28-ban született ember, lehet, hogy tényleg nem tudja, hogy mi akkor nem volt? Nem nagyon, nem szerintem, akkor nem nagyon foglalkoztak vele. Na jó, de hát azóta azért ez csak szóba jött. Csak hát megnézte egyszer. Biztos, hogy érdekli, lölköm. Hát szóval azt mondod, hogy nem kamu? Hát én nem tudtam még bebuktatni. Te jól csinálja. Igen, jól. Ha kamu, akkor egyszerűen zseniális, Norbi mert hogy állandóan szerepben van. Hívtam, Kata asztaláról hívtam, tehát olyan helyekről, ahol tudom, hogy nem ez a szám, és nem olyan napon, amikor ő jelentkezik. Nyilván ilyenkor úgy és akkor is így vette föl. Így, igen. Így. Aha. Így. De lehet, hogy minden idegen számra így reagál. Szerintem kamu. Idegen szám. Szerintem. A születésénél is elbizonytalanodott. El. Tehát gondolkoznia kellett. Ha, nem volt. Így beszél valaki, aki idős. Tehát ez egy Szenilis, igen. Tehát, tehát ha öreget akarsz játszani, akkor beszélsz így, nem? Mondjuk szeretnék ilyen szenilis lenni majd ennyi idős koromban, ha ő ennyi. Mit mondj, 80? 6. De mi most te valódinak gondolod? De azt gondolod, hogy ez igazi? Tehát úgy érzed, hogy Pista bácsi eredeti? Mindig érted, hogy elindulok egy irányba, és utána mindig van egy apró jel, ami azt mutatja, hogy mégsem az a jó irány. Tehát, hogy én már kezdtem így elhinni, most is akkor itt jön ez a izé, hogy nem tudja, hogy milyen csillagjegybe született. Tehát, hogy azért csak ellapozott odáig a szabad földben. Azt bírom, hogy játszunk bele, vagy hozzászól valamihez, és utána 5 percig dumálunk arról, hogy igazi-e vagy nem, és nem tudjuk eldönteni szeptember óta. Én szeptemberben az, hogy mindig rámegyünk erre a tripre, tudod, és 10 percig rajta vagyunk, és nem tudunk lejönni róla.
Figyelj, van egy telefonszáma, itt ír egy hallgató, egy jogos, amit csak nekünk tart fenn. És azon hívják, akkor azt csak nekünk adta meg azt a számot. Ezért veszed készüléket, biztos. Egy előfizetéssel. Hát egy ország róla beszél most, hogy most igazi vagy nem. Hát, persze, hogy vesz, hát hogy nem. Hát lehet. Ott veszel egy telefon, ez és ha ezen a számon hívják, akkor az bárki tudja, hogy ezt csak nekünk adta meg, tehát azon keresztül valaki biztos, hogy teszteli. Na figyelj, el kell menni hegykőre. Iszunk egy fröccsöt vele meg a Dezsővel, és rögtön kiderül, igen, hogy mi van. Szombathelyről mennyi ez? Hány kilométer? Hát figyelj, Megyehíd, Sárvári kistérség. Aha. Tehát, hogyha azon a tájon lejárunk, akkor beugrunk. Na. Higgyétek el, hogy nem így beszél egy idős ember. Tehát nem ilyen a hangja ez, amikor te idősnek akarsz tűnni, igen, akkor artikulálsz így, nem nincs ilyen, hogy valaki így beszéljen. Ez egész biztos. Tessék? Igen, tehát a farkas beszélt így, a piroska és a farkas bábszíházba, tudod, igen, meg amikor olvasod a mesét, a gyerek még mesét, akkor beszélsz így, de nem így beszél valódi, aki igen, itt írtak nem, hogy Anna Lörk. Játszhatok, negim. Üdvözlettel, Pista. És a múltkor mit játszott? Kikapott? Kikapott. Igen, ki. Szeptemberben játszott. És akkor most akar majd egy döntőt játszani valamikor? De most egy-egyre állunk Pista bácsi versus Barát, és majd játszunk egy döntőt valamikor? Jó, egy de pár hónap múlva. De én bírom a kis öreget. Ilyen nincs ott valami vára, hogy meg tudjuk látogatni, és akkor elmegyünk arra. Sárvár. Sárvár? Persze. Azt mondjuk láttam már sokszor, de azon valami izgi ott arra felé. Termálfürdő. Na, hát akkor egybe kötjük az öreget, megnézzük. Egyet. Tegyük ki a telefonszámát a netre. Ja, igen. Ilyen nappal hívogassátok, egy ajándékcsomag annak, aki egyszer lebuktatja. Aki egyszer azt mondja, hogy megvolt, most nekem normális hangom vette föl. Na jó, a célját mindenképpen elértem, hogy erről beszélünk. Tényleg itt írja valaki, miért nem keresünk valakit onnan, ahol Pista bácsi lakik, aki ismeri Pista bácsit. Tehát most meddig tart Pista bácsinak szólni valakinek, hogy gyerekek, írjatok már egy SMS-t, érted? Tehát akkor én már hozok egy alibit, az, igen, aki igen, azt mondja, hogy itt lakik mellettük Pista bácsi, a legnagyobb arc. 2 percemből jönne 600 SMS, hogy mi ismerjük Pista bácsit, hívjatok, figyeld meg. Így is jönni fognak, hogy itt lakik mellettünk, hívjatok, ismerem. Mi fölhívjuk, micsoda. A Szecsődi szomszéd írjon, akivel együtt szokott fröccsözni. Ez az. Igen. Na minden, jó van. Oké, jönnek a hírek, jó, és aztán itt vagyunk mi is, várunk közlekedési híreket, valamiért nagyon csúszik az út, annak ellenére, hogy gyónos eső nem volt, de sok helyen írják, hogy sok a baleset, meg sok a csúszós út, úgyhogy írjatok, hogy mi a helyzet, mi pedig jövünk a hírek után. 7:15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hétfő reggel van, csúsznak az utak, mindenki vigyázzon, mert csúsznak az utak, igen. Ezt gondolom. Tessék vigyázni, és még ha például tégla esik le egy építkezésnél, ott nem szabad alállni semmiképpen, még védősisakban sem. Igen. Pista bácsi a beszélstílus valakiről kopintotta, 86 éves nagypapival fogtok találkozni. Mert hogy akkor valószínűleg nem azzal fogunk találkozni, Marcsi írja nekünk, csak fura az SMS. Zsámbéktól Baja felé fagyott az út, baleset van, Amba üzeni, Pécstől vagyok úton Nagykanizsa felé, Szigetvár, nagy bajom ott érintve, tükörjég az út, lépésbe lehet csak haladni. Ezt Mikey küldte nekünk, köszönjük szépen. Pista bácsi jól tudja, hogy a hosszú busz, vagyis csuklós busz jár a 70-es évek végétől Szombathelyre. Mojtox küldte nekünk, 2 kis terautó az árokban, Érd és Martonvásár között, körülbelül 1 kilométer egymástól, vigyázzatok, mert csúszik. Ezt Andor, a szállító küldte nekünk. Pitta nem kamu, Dazsó, írja ezt nekünk, köszönjük. Hozassuk be Pista bácsit egyik reggelre sztár vendégnek. Küldjünk egy taxit. Igen. Küldjünk. Nézzétek meg a térképen, hol van hegykő, semmi köze Szombathelyhez. Ez igaz, de nem is hegykő lakik Pista bácsi. Vagy nem hegykő. Igen, azt nem tudom, hogy jött a hegykő, Megyehíd. Megyehídon lakik, így van, nem hegykőn. Igen. 8-as út hosszú peregnél frontális baleset történt, a Veszprém felé tartókat eltereli kamionos Zoli küldte ezt nekünk. Komolyan mondom, egyébként el fogom kérni Annától a telefonszámot, lementem a telefonba, és amikor arra járunk, ötletszerűen csak így rácsörgök, megkérdezem, hogy hol lakik, és becsöngetek, és bemegyünk. Ha csináljunk már egy közös fotót, Pista, bá! Jó, mondom, hogy menjünk el. Ha ott kibúvó van, ha ott nem, ha akkor megdől. Igen. Ha ott jó. Ráér, és oda tudunk menni. És tudom, fizioterápiára kell. Jó, akkor igen. Megyünk akkor oda, Pista bácsi. Igen. Ahol most van Pista bácsi, oda megyünk. Igen. A tavaszi turnén, ebbe ez belefér. Ja, gyerekek, nem nyertem el ottom. Nem? De hát bejöttél. Nem nyert. Hát láttuk, bejöttél. Nem is volt kérdés. Mondtad, hogy ha nyersz, nem jössz. 30 darab számot tettem meg. De egy szelvényre, mert igen, akkor már megértem, hogy 6 darab szelvényt töltöttem. Az érdekes az lett volna 29 vagy 31. Igen.
6 darab szelvényt töltöttem, és egy darab találatom volt. Egy nyavajás kettesse? Egy darab 55-ös tudtam eltalálni, 30 számmal. Ha, az rossz, na, minden kezdet nehéz. Itt realizáltam, hogy mennyire rohadt nehéz akkor így a 90-ből 5-öt eltalálni. Ne, 30 számból egy találatom volt. Tehát 29 mellé ment, pedig az már majdnem a számok felét előttem kis túlzással. És egy darab számom volt, az 55-ös, amiből beletrafáltam. Azért ez nem túl erős. Ne. Először lottóztál életedben? Életemben először. Soha. Mert azt mondják, hogy ugye a szűz kéz szerencsét hoz. Hát, egy egyesem lett a 30 számból. Nem olyan rossz. A 30 számból csináltam egy egyest, egy 55-öst. Duplázd most, mint ahogy annak idén a ruletten. Tehát 60 szám, jó, most és 60 akkor megvan a kettes. Azt hiszem 1400 forintot most fizetett a kettes. Igen. Igen? Persze. Az pont annyit hozott volna vissza, mert annyiba került a 600 szelvény. Én mindig úgy mondtam, hogy tartozik nekem a kaszinó. De most komolyan. De most tartozik neked egy most még egy kisebb összeggel a szerencsejáték ZRT. Szerintem ezt vissza kell adniuk előbb vagy utóbb. Most dupláz. Most azt csinálom, igen, hogy addig megyek, amíg vissza nem nyerem a befektetett pénzt legalább. Aha, életed végéig lottózol. Na, csak lesz előbb-utóbb egy kettesen vagy egy hármasen. Jó, de a kettesen már nem fog. Ha most ezen a héten is megjátszod, akkor a kettes már kevés lesz. Mert 1000-valahány százat fizet általában a kettes, ugye? Uh-huh. Most megint el fogsz 1000-valahány száz forintot szórni. Hát de addig játszom, hogy nem lesz egy hármasom vagy egy négyesem. Hát a kettessel már nem jövök ki jól, persze. Hát az már most... De jó, rájöttem, bemész a kis lottozó, kikéred a kis szelvényt, beszélgetsz ott a nénivel, közben elvisznek két tiszta inget, mert egy patyolattal van egybekötve. Tényleg? Ja, a legnagyobb. Van egy fal, oda ki vannak rakva számok, és mindenki azt a falat böngészi, az mi? Az bejönnek emberek, nézik, akikre büszkék vagyunk. Igen, a hónap dolgozója, az év dolgozója. Nézik a számokat, valamit jegyzetelnek, majd kimennek. Ők szerintem... Mit csinálnak? Mit csinál ez a sok fura ember? Szerintem ők tipmixelnek. Vagy tipmix. Igen? Nézik az orcokat, meg az eredményeket. Igen. Egy anyuka állt bent a fiával, a fiú szemüveges volt, és 10 percen keresztül bámultak egy falat, és jegyzeteltek. Hát azért, mert szemüveges volt a fiú is. Na, nem áll, hogy most akkor ők... Nem, átegyek, mondom, valamit leírtak a falról. Aha. Akkor mondtam, hogy fú, de durva. Milyen modern ez a sztori, már bejönnek emberek egy falra nézni. Lejegyzeteltek valamit a falról, köszöntek, kimentek. Álltam ott, néztem a kis szelvényemet, hova kell ikszelni, mit kell csinálni, saját szám, gépi szám, nyomorultoskodtam. Májer Leverkusen. Bejöttek, mama, lediktált a fiú jegyzetet, 8 perc, 10 perc, írtak, aláírtak, áthúzta másik papír, viszlát, kimentek. Egy poárizet se ittak meg. Nem is kell. Miért van? Igen, egy hemendexet se eltek, érted? Nem mosattak ruhát, nem vettek virágot. Egy tükört elsefogyasztottak, a kutyafáját, semmit nem. Tök fura volt. Csak kiviharzottak. Azért, mert nyertek, vagy azért, mert dühösek voltak, hogy nem nyertek, nem tudom. Mert rájöttek, hogy ez nem a MÁV, nem egy pénztár, és hogy nem találják meg a vonatindulást. Igen. Nagyon jó, úgyhogy kellemeset fogom összekötni a hasznosabb, beadom az ingyémet vasaltatni, és közben pedig milliárdossá válok. Hát ennél, nagyon nagy. Ennél jobb nincs, nem? Hány szelvényt tettél meg most? Hatot. Na, hatot, jó van. Akkor 43.949.262-vel kell többet csinálnod ahhoz, hogy tutira meg legyen. Igen? Aha, akkor megvan az öt találatos. Tehát, ja, hogy annyit kellene töltened, tehát annyi kombináció van. Ez nagyon szép. Na mindegy. Jól van. Ha zsibbad a kezed, akkor csak szólj. A töltésnél? Hát 43 millió szelvénynél azért egy pipipit. Szerintem, ha most nekiállnánk, nem tudnánk jövő szombatig megcsinálni. Ja, nem. Hárman nem. Nem tudnánk befejezni. Ha? Tehát X-hez bármit, vagy csak le kell írdogálnod a számokat. Szerintem nem lennénk kész. Nem? És ott pedig gondolkozni is kell, mert 1-2-3-4-5 ez az első szelvény. 1-2-3-4-6 ez a második. Ez sorrendben. Úgy meg tudnánk csinálni, ha most elkezdenénk? Nem. De nem szelvényt tölteni, mert ugye figyelni kell, csak az a lényeg, hogy most kezdj el 5 számot leírni. És sokszor egymás után 5 számod 1-től 90-ig, ami eszebb 3-ban elkezdjük, nem végeznénk a 43 milliárddal vasárnapig. Hát mérjük szóval le, hogy egy perc alatt... Nem tudnánk megcsinálni. Jó, mérjük le, hogy Jani egy perc alatt hány 5 számot tud leírni. Hányszor tud 5 számot leírni? De várjál, fáradsz, alszol, pihensz, eszel, tehát nem tudunk időt számolni. Nem, egyébként nem végeznek. Nem, de nem. Körülbelül egy nagyon meghúznánk, egy 2 milliót tudnánk kitölteni, de még, hát gondolom, 2 millió. Tehát az sem. Hát az szinte semmi. De, és akkor menjünk biztos, akkor tényleg legyen 5-7-es. Igen, Balázs, a csúcson kell befejezni ide valaki. Jó, egy egyes? Van, akinek egész életében egy egyes jön össze, nem? Tényleg. Tehát ahhoz képest 30 számból egy 55-öske. Joker-t soha többet nem játszom meg. Ultra nagy átvágás. Ilyen.
plusz 200 forintért találja, nem tudom hányszor, se esélytelen vagy, hogy nyerje. Nyilván van, aki nyer, de teljesen reménytelen. Ott a izé van a sorszámát a szelvény. Igen, a sorszám szelvényét játszott meg, plusz valamennyire, igen. Hát ha. Annyi esélye van, mint az ötösnek, csak most, sőt, nagyobb. Egyébként rácsúsztam, tehát hogy egy ilyen szeánszá vált. Na, az lesz a jövő héten, már te is ott fogsz állni az anyuka meg a szemüveges. Igen. Most bemegyek a falon. Megkérdezem, mi az a fal. Mi az a fal sok kis apró betűvel meg számmal, amiről onnan emberek jegyzetelnek. Ezt meg akarom tudni, mert engem az még érdekel. Nem lehet, hogy a patyola tárlistáját ír. Lehet egyébként fehérvosás, vasalás. De nem nagy retro érzés. Egy patyolat és egy lottozó. Hát még kell lenne ott egy cipész, nem? Már meg egy szatócsból, tehát én meg is újságos. Az van. Azt árulják? Na, azt árul. Van újságos és lottó engedély. Régen így oldalakét mindig kirakták a sportfogadást. Az volt a falon, nálunk legalábbis. És akkor nézték az otcokat. Igen. Na, egy hallgatónk küldött egy nagyon érdekes e-mailt, és erről akarok egy pár mondatot beszélni, mert érdekes a dolog, nem tudom, hogy mi van mögötte, de majd eldöntjük. Ez Facebookon terjed, és... kaptuk mi is a morningshow@classfm.hu-ra. Ugye ez az e-mail cím azért is jó, hogyha valaki valamit lát az országban, észrevesz, lefotózza, akkor elküldi nekünk, és tudunk vele foglalkozni. Azt írja a hallgatónk, hogy ez az alábbi kép és szöveg a Facebookon terjed, és megérne egy reggeli adástémát és kis utánajárást, mert ha tényleg igaz, csak a fele is, akkor ez az egyik legaljasabb meggazdagodási mód az emberek jó szándékának kihasználásával, írja a hallgató. És... ugye mindenki látott már olyan nagy konténereket, ahol cipőket gyűjtenek, vagy használt ruhát gyűjtenek, és ide a jó lelkiismeretű ember, vagy az, aki szeretné a lelkiismeretét kicsit némi adakozással megnyugtatni, bedobja ezeket a ruhákat. Ugye ezek ilyen nagy bevásárlóközpontok parkolóiban lerakott ilyen hatalmas nagy konténerek. Fehér színű. Valami fehér színű a cipő, a sárga színű, én már dobtam be sárga színűbe, oda cipőt lehet dobni. És ugye vannak ezek a nagy konténerek, amik azt mondják, hogy gyűjtsd össze a használt ruhát. Dobd oda, mert hogy nincsen nagyon már neked arra szükséged, nem kell. Az a vörös keresztnek megy, én úgy tudom. Nem? Na várjál, és az itt jön az érdekesség, hogy maga a konténer fotón a következő van, fél döbbenet a dolog. Kérik az ajtózárás, akkor ügyeljen kezeépségére, ugye? Hát ez még nem annyira megdöbbentő. Használt ruha gyűjtő konténer. Aha. És... itt van, hogy a ruhagyűjtést a Magyar Vörös Kereszt támogatója a nem tudom pont, milyen, pont Kft. Végzi. Kérjük az ajtó nyitása után a ruhaneműt helyezze a tartályba, majd óvatosan zárja az ajtót, köszönjük. Na és azt gondolnád... Hát, hogy a Vörös Keresztnek gyűjti össze. Én ezt gondolnám erről a feliratról. Hogy a Magyar Vörös Kereszt támogatója a pont Kft. Végzi. Igen. Ugye, hogy a Vörös Keresztnek gyűjtik, igen. Hogy a Kft. Aranyosan csinál valamit, nem tudom, ő péklapátot farag, és egyébként meg jótétként kirakta a konténereket, összegyűjt, és elviszi a Vörös Kereszt. Igen, de ugyanakkor... Nem erről van szó. A maga a felirat nem állítja azt, hogy ez a gyűjtés ez a nem. Magyar Vörös Kereszt részére folyik, hanem egyszerűen azt mondja, hogy az a Kft., aki ezt a gyűjtést végzi, az támogatja a Magyar Vörös Keresztet. Na, de ez sem megtévesztő azért. Kiderült egyébként erről a Kft.-ről állítólagosan, de mindjárt beírom a neten, hogy ez így van-e. Csak ki nem mond, mert bíróságra járunk évek. Illetve hát te. Hogy... Mit mond a levél, hogy ők mi Magyarország a... piacvezető használt ruha kereskedője. Aha. Na, most erre mit mondasz? Hát, ha így van, akkor kicsit ez a sztori itt ott bukdácsol. Hát de nézzük meg a... Tehát, hogy az abba figyelj, nem állít abba... semmi olyat ez a felirat. Én értem egyébként magát az e-mailt is, és azt is értem, hogy mit a felforgás, hogy mi zavar benneteket, illetve hogy mi zavarta azt, aki ezt a kis e-mailt létrehozta, de ez a felirat ez csak azt állítja, hogy ez a bizonyos Kft. Támogatja a Magyar Vörös Keresztet. Nyilván ilyenkor arra gondol az ember, hogy na akkor, amit bedobok ide a ruha, az a Magyar Vörös Keresztet fogja gazdagítani, de nem feltétlenül ez igaz. Vagy nem feltétlenül igaz ez. Lehetséges, hogy arról van szó, hogy a
az összegyűjtött ruhák eladásából származó összeg egy részét ők átutalják mondjuk igen, a Magyar Vöröskereszt részére. Ha ez így van, akkor ezt föl kéne írni a konténerre, mert másként adom be, mert érted, vagyok egy KFT, aki azt mondja magáról, hogy én összegyűjtöm a ruhákat, eladom az én használt ruhaboltomban normál jó haszonnal, és a haszon 5%-át odaadom a Vöröskeresztnek. Nagyon aranyos, csak akkor én tudjam ezt, hogy ez történik, mert a ruha, amit én bedobok, az nem annak megy, akinek én szántam. Mi van akkor, hogyha ha mondjuk egy olyan terméket látsz benne, például egy hipermarketben, mondjuk egy tejterméket, aminek az oldalára, a csomagásnak az oldalára az van írva, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság aranyfokozatú támogatója, akkor te azt gondolod, hogy amikor megveszed azt a terméket, nem, akkor a mobot támogatod vele? Nem, nem, ők csak jelzik azt, hogy ők támogatják, hogy a mobot. Hogy egyébként azok, igen. Igen. Ebben az esetben tökéletesen ugyanez van. Igen, egy termé, ott megveszem a joghurtot, érted? Itt meg megszabadulsz egy olyan ruhadarabtól, ami otthon igen, foglalja csak a helyet. Oké, csak akkor lehet, hogy bevinném a Vöröskereszthez, mert én azt szeretném, hogy az én ruhámon, tehát itt én adok. Miért nem viszed be? Én beviszem, én nem szoktam. Mert akkor közvetlenül beviheted oda. Csak itt meg azt gondolnád a felirat alapján, hogy bedobom, és akkor ez megy. Tehát, hogy ugyanaz az út, mert egyébként megyek bevásárolni, megfogom a ruhákat, és bedobom. Nagy különbség van, hogy itt te adsz ebben az esetben, és amikor én egyébként is megvenném azt a terméket, mert szeretem azt a joghurtot, vagy a gyerekem szereti, tök mindegy, akkor azt egyébként is megvenném, és még örülök is neki, hogy ebből a mi olimpiai embereink majd mennek olimpiára, és jó lekardoznak mindenkit, azt hoznak haza aranyat. Érted? Más a sztori. Ott veszek egy terméket, amiről tudom, hogy még a termék árából egy jó célt szolgálnak. Itt az én cuccomat, amit én megvettem, én ezt oda akarom adni valakinek, hogy ezt használja, és nem az történik vele. Itt nekem egy kicsit ezért rezeg ez a léc. És az a, egyébként ezzel nekem nincs bajom magával, hogyha ez a KFT támogatja a Vöröskeresztet, így támogatja, csak akkor ki kéne írni azt, hogy mi vagyunk a KFT, el fogjuk adni a te ruhádat, és a haszonból 20%-ot, 50-et, 10-et, 5-öt, 90-et oda fogunk adni a Vöröskeresztnek, érted? Tehát nincs. Abszolút. Nekem egy kicsit azzal van bajom, hogy így ránézel egy ilyen konténerre, Vöröskereszt, jól beleteszem, megy a Vöröskeresztnek. Tegyük hozzá, felületesen elolvasod. Felületesen olvasod el. Igen. Nem értelmezed a szöveget, aha, amit látsz, és azt gondolod, hogy de igazából itt nincsen egy állítás. Nincs, tökre igazad van, Jani. Tehát azért sokszor nem kell egy állítás, hogy az a fogyasztót vagy az adakozót megtévessze. Tehát azért sok reklám, meg sok mindenki bazírozik arra, hogy ugye elolvasol valamit, és akkor azt hiszed, hogy nem. Tehát egy konténeren én csak a Vöröskereszt szócskát meglátom, én már nem akarom ezt nagyon tovább gondolni. Miért kell nekem tudnom egyébként, hogy ez a cég támogatja a Vöröskeresztet, akkor ha nem az a célja, hogy akkor mondjuk ő ezzel a ruhával mit csinál, érted? Ők jelezni akarják, hogy ez a KFT ilyen közhasznú tevékenységet is végez. Uh-huh. Ez ugyanaz, mint a múlt heti 120 forintos rostos cucc. Ott van egy állítás benne, ne felejtsd el, hogy ez rostos, miközben... Van benne 1% rost. Jó napot kívánok, így ad. Azt tudod egyébként, hogy ennek a 120 forintos rostnak utána számoltam egy kicsit, mert ha 120 forintért adja mondjuk valamelyik hiper, abból leveszed az áfát, kétszeres áfát veszel le, mert ugye egyszer leveszed ugye azt, amit már rárakott a hiper, egyszer leveszed azt az áfát, amit rárakott maga a kiskereskedő, aki eladta ugye a tegyhónak, leveszed róla a kiskereskedelmi ár, és az azt jelenti, hogy körülbelül egy liter olyan 30 forint, 20-30 forintból jön ki. 20-30 forint litere. Bizony. Tehát a két liter megvan 60 forintból. Mit iszol meg 60 forint? Ugye ennek a múltkor utána sem számoltunk, de egyszerűen itt beszélgetésben ennek így gyorsan utána mentünk. Szóval akkor ez a cég, ugye állítólagosan, itt olvasok közben mindenféle ilyen sajtóinformációt, hogy leválogatja a Vöröskeresztnek a ruhákat, aha, mert a Vöröskeresztnek erre nincs logisztikája, de ez a cég egyébként közben forgalmaz használt ruhákat? Igen. De közben azért ők forgalmaznak használt ruhákat. Most én bedobok egy jó minőségű használt kabátot, ami mondjuk egészen jó minőség és eladható, és az mondjuk eladásra megy, nem? Akkor nem arról van szó, hogy itt az emberek jó indulatával élnek úgy vissza, hogy bedobják, és mert ha a Vöröskeresztnek viszik, akkor egyértelmű az összeset elviszik a Vöröskeresztnek, nem? Igen. Nem arról van szó, hogy olvasom ezt a cikket egyébként, itt van egy, az igazgató megszólal, hogy ők ezt leválogatják, de közben van a cégnek egy ilyen profilja, hogy ők használt ruhával is igen, foglalkoznak. Igen, hát akkor azért az én használt ruhám nem biztos, hogy a Vöröskeresztnél. Nem feltétlenül, ebben abszolút igazad van. Szerintem itt arról van szó, hogy a Vöröskereszt és a cég között van egy megállapodás. Ez alapján a megállapodás alapján ez a cég ugye szortírozza a ruhákat, és már szortírozva küldi el a Vöröskeresztnek, aminek valószínűleg nincsen meg az a fajta apparátus a sem emberben, sem anyagiakban, sem mondjuk tárolási lehetőségeben, ami ennek a cégnek megvan.
Tehát, hogy mit gyakorlatilag ilyen a kecske is jól, akik és a káposzta is megmaradt alapon, dolgoznak ők együtt össze. És ez így is megéri valószínűleg a Vörös Keresztnek. Uh-huh. És valószínűleg ennek a dealnek a része az is, hogy ez a cég feltüntetheti a gyűjtőkonténerjein azt, hogy ők támogatják ilyen formában, illetve valamilyen formában a Magyar Vörös Keresztet. Uh-huh. Tehát, hogy... Ez ugye mindig fura, hogy amikor egy cég profiába beleillik az, amivel közben egyébként segít. Ugye? Tehát azért ez ilyenkor mindig azért az ember kérdéseket tesz fel, annak ellenére, hogy bármit konkrétan állítana, de hát azért, ha te használt ruhával kereskedsz, és abból te pénzt csinálsz a használt ruhából, majd kiraksz konténereket, ráírod, hogy a Vörös Keresztet támogatod, de közben egyébként a Vörös Keresztnek szánt ruhákat te válogatod le, és rajtad keresztül megy az, amit más emberek jó hiszeműen odaadnak, és a cégednek ez a profilja, hát azért a kettő nagyon egybevág, azért ez egy érdekes. Persze, de ők azt mondják valószínűleg, hogy abból nem vesznek el semmit. Hogy kedves Magyar Vörös Kereszt, anyagilag önöket nem tudjuk támogatni, viszont megvan az apparátusunk és az infrastruktúránk ahhoz, hogy leválogassuk önök helyett a ruhákat, ami nyilván önöknek pénzbe kerül. A jó ruhát megkapja a Vörös Kereszt, a rosszat na, és mondjuk. Igen, és akkor mindegyiket megkap. Mit kell leválogatni, és amit leválogattak, és hova megy a második fele, az megy a boltba. Tehát amit én odaadok mondjuk, bedobok, mert hiszem azt egyébként, hogy a Vörös Keresztnek adom, az közben lehet, hogy a boltba köt ki, és azt utána eladják. Ez meg lehet, nem? Lehet, de ugyanakkor... De én nem akarom, hogy ezt eladják. Meg én azt nem látom a sztoriban, hogy a Magyar Vörös Kereszt tiltakozna, hogy egyrészt ne éljenek vissza a nevével, másrészt meg, hogy a Magyar Vörös Kereszt azt mondta volna, hogy én ettől a KFT-től rossz minőségű ruhákat kapok, leválogatott gyanánt, és hogy ezt kikérem. De a legjobb a Vörös Kereszt az nem tiltakozik. Hát az ötlet azért a szenzációs. Hát én csinálok egy olyan céget, ahol nem tudom, bárkiket etetek, vagy bármit csinálok, de közben van egy saját KFT-m, amivel ugyanazt tudom értékesíteni. Hát a legjobb maga a Vörös Kereszt neve ebben a formában. Ez a cég valójában juttat, gondolom, ruhákat a Vörös Keresztnek. Nem érheti szó a ház elejét. Na de ki tudja, hogy a bedobott ruhák hány százalékát juttatja a Vörös Keresztnek, mert azt mondja, hogy már senki nem ellenőrzi. Érted? És utána viszont ebből az értékesítésből él a cég. Hát azért ez is. És nyilván lehet, hogy más. Hogy ebből is van bevétele, nyilván. Nem tudom, hogy még mit csinálnak, nem ismerem a céget. Mindenesetre azért ez így ebben a formában érdekes. Nem? Hát igen. Meg nehéz meglobogtatni az ászlót, tudod, ha már így beszélünk erről, hogy én jót csinálok. Ebben az esetben, hogy nyilván ez többeknek is eszébe jutott, ezért terjed ugye az interneten ez a kis íromány, amit most a Balázs felolvasott, hogy ez azért már másnak is eszébe jutott, hogy gyerekek. Csak érdekes ez. Ez ilyen second hand boltokba megy, ilyen shopokba, ilyen körúton látok egyet, a Margit körúton, meg ez ott köt ki? Gondolom. Most valakit azt írja, hogy a jó ruhákat leválogatják a Vörös Keresztnek, ő beszélt egy Vörös Keresztnek, és az ilyen rongyokat, meg mit én azt felhasználja, ilyen gép... Géptisztító rongyoknak, géprongynak, így van. Jó, nem állítunk mi semmit, csupán érdekes az összefüggés, nem? Hogy azért ez így ebben a formában... Igen, de nekem is az érzésem elolvasva azt a feliratot, hogy ugye ez a Vörös Keresztnek megy közben, ők ezt nem mondják, és jogos, hogy ezt nem mondják, mert csak támogatják a Vörös Keresztet. És mi a garancia arra, hogy mondjuk ez nem kerül eladásra? Tehát kérdez, akkor fordítsunk a dolgon, tehát nem azt mondom, hogy eladja, nem adja, de mi a garancia, hogy nem? Tehát ő hogy garantálja nekem, hogy nem? Ezek a kérdések vannak. Ha ki lenne írva erre a konténer, hogy mi ezzel foglalkozunk, amit ön ide bedob, azt mi eladjuk. De közben. És a haszonnak az 50%-át átadjuk, akkor tök tiszta ügy lenne. Itt nem még egyszer mondom, hogy nem azzal van baj, hogy ők eladják, nem adják el, hanem hogy nem világos, hogy mi történik. Ha ki lenne írva ez a konténerre, hogy az összes ruhát mi leválogatjuk a jót Vörös Keresztnek, A, odaadjuk, B, mi eladjuk az összes ruhát, és a pénzt odaadjuk a Vörös Keresztnek, C, mit én mi, akkor korrekt lenne a sztori. Csak így nyilván kérdések merülnek fel benned, Miért teljes info a konténeren? Tök egyetértek. Miért nincs? A cégünk egyébként használt ruha eladásával foglalkozik. Ha ön bedobja, akkor a jobb minőségeket eljutatjuk a Vörös Keresztnek. De a többit értékesítjük. Nem? De hát, hogyha ha akar az ember utána járni a dolognak, akkor fölmegy az internetre, és két kattintás alatt van az oldalon, és látja, hogy mivel foglalkozik ez a cég, teljesen nyilvánvalóan egyértelmű, ott van egy honlap. Ez picit olyan nekem, hogy... Igen, csak én amikor bedobom egy konténerbe, nem gondolom, hogy ezt valaki értékesíti.
Tudod, tehát, hogy nekem jogom van tudni, hogy hol használják fel a ruhámat. Én azért dobom be a konténerbe, mert arról nekem az a fogalmam van, hogy ezt valahol összegyűjtik, és ezzel embereknek kvázi tulajdonképpen segítenek. Én ezzel jót teszek. Nekem fingom nincs rá bocsánat arra, hogy egyébként ez valaki való majd értékesíti. Mert én egyébként akkor nem dobnám be. Fogom, összerakom egy zacskóba, hogy csinálom, odaadom édesanyámnak, védőnő, leviszi a rendelőbe, és odaadja azon szegény családoknak, akiken mondjuk így szoktunk segíteni. Akkor nem dobom be a konténerbe, ha tudom, hogy ezt valaki értékesíti. Vagy tudom, hogy csak egy részét értékesíti. Mert akkor inkább összerakom én, és leviszem én, és annak adom a kezébe, akinek én valójában akarom. Tudod? Tehát ezzel ez a baj. Miért kéne nekem utána olvasnom, ha a konténerbe bedobás nekem a segítséget jelenti? Tehát, hogy... De akkor például, amikor lamptalanításkor kirakszol valamit, amire nincsen szükséged, de valaki más aztán elvisz és adott esetben eladja valahol, akkor téged érdekel, hogy ő profitot termel belőle saját magának? És ráadásul ez egy privát profit, az saját magának. Ő nem mondja azt, hogy támogat el bárkit is, nem. Csak saját magának elviszi, eladja, neki lesz belőle a profitja. Nem vagy kíváncsi rá, hogy utána már mi lesz vele? Nem, arra valóban nem. Arra valóban nem. Csak az ilyen, amikor tudod, ott a vörös kereszt és ruhát dobsz és segítesz, akkor valahogy azt gondolom, hogy de jó, most te jót csináltam. Aztán igen, de nem hazudnak vele, mert tényleg támogatják a magyar vörös igen, keresztet. Igen, nem hazudnak vele. Igen. Na jó, minden érdekes. Csak hát nyilván megfogalmazódnak az emberbe kérdések. Igen. Az lenne jó, hogyha mondjuk a magyar vörös kereszt részéről azt mondani, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző, nagyon korrekt kapcsolat. Vagy a KFT. És köszönjük szépen, mert igen, hogy ennyi és ennyi ember tudunk támogatni azokból a ruháktól, amiket a KFT-től kapunk, illetve pontosabban a lakosságtól a KFT-n keresztül. Ja, csak akkor a vörös kereszt mondja azt, hogy akkor viszont, ha az én nevemet használod, mint vörös kereszt, akkor viszont tüntest föl, mert nekem a vörös kereszt bizalmat ébreszt. Érted? Tehát a vörös kereszt támogatója, akkor a vörös keresztnek kéne arra odafigyelni, hogy az én nevemet föltünteted, az én nevem visszaélésekre adhat okot, vagy bármire, az embereknek van egyfajta kialakult bizadalma a vörös kereszttel kapcsolatban, akkor írd oda, hogy te még egyébként mit csinálsz, hogy tudják, hogy ez nem teljesen hozzám kötődik ez a dolog. Nem? De. Tehát, de. Érted? Na mindegy, jó. Hírezzünk egy picit, mert elment az idő, 7:30 pontosan 8 perce, jó? Ha valaki balesetet lát, vagy csúszós utat tapasztal, akkor írjon nekünk, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Mi pedig jövünk a hírek után. 3-4-8 pontosan 4 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Itt az előbb számolgattunk, igen, igazán van azon hallgatóknak, akik írják itt az üdítőital kapcsán, mondtam a kétszeres áfát, nincs egy terméken két áfa. Igen, megveszik áfásan, majd leveszik az áfát, így van, ez tök igaz. Viszont nem is a igényeled. Igen, de igen, a nettóra teszi rá, aha, tulajdonképpen a saját hasznát, így van. De hogy nem is erről beszélgettünk, és csak egy ilyen félmondat volt, hogy a 120 forintos üdítő az körülbelül mennyiből jön ki, de literen 40 forint, vagy 20 forint, elképzelhetjük, hogy mi van abban. Hanem egy konténerről, és máshogy gondolkodunk itt Janival szerintem, mint folytattuk itt a beszélgetést a zene alatt is. Ugye egy konténerről van szó, amit látni az emberek bedobálnak használt ruhát, kiderült, hogy ez a konténer odaállító cég egyébként használt ruha eladásával foglalkozik, és ott van ugye, hogy ez a cég ez támogatja a vörös keresztet. De közben kiderül, hogy te bedobod a használt ruhádat, és ők utána ezt a használt ruhát értékesítik. Pro és kontra elég sok hozzászólás van. Vannak olyan emberek, akik még maguknak sem merik beismerni, hogy segítségre van szükségük. Ezek az emberek nem mernek kérni senkitől segítséget, mert cikinek tartják, turkálóban vásárolnak, amit ez a cég üzemeltet. Ez is egyfajta segítség, hogy a méltóságuk megmaradjon, de olcsó jutnak szép ruhához. Fürtös küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Kell egy csapda, Balázs egyik jó kabátja nyomkövetőbe elrejtve. Gábor írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Valószínűleg nem kap ruhát a vörös kereszt, hanem az eladás után kap pénzt, ami nem függvénye valószínűleg a bevételnek. Csak ezt írjuk rá a konténerre, érted? Nekem ennyi bajom van, hogy ez tök jó. Mindegy, hogy ott segítesz a vörös kereszten, csak legyen rajta korrekten. Bedobod, eladjuk, 10%, 1% megy a vörös. Ha ez teljesen jó indulatú, és ebben nincsen semmiféle megtévesztés, én nem a csalást mondom, csak a megtévesztés, akkor Jani, ugye te voltál az, aki nem azt mondom, hogy véded őket, de hogy téged az annyira nem zavart, te azt mondta, hogy így is, úgy is bedobod, mindegy, mi van ráírva. Akkor miért nem írják rá, hogy használt ruha kereskedéssel foglalkoznak? Hát mert szerintem ez egy mellékes információ, de, hogy ők használt ruha kereskedéssel foglalkoznak. De akkor én nem dobom be. Érted, hát érted, hogy direkt nincs rajta? Mert arra bazíroznak, hogy dob be. Ha ráírja, hogy ez a cég egyébként használt ruha kereskedéssel foglalkozik, te nem dobod be. Elgondolkozol rajta, és odaadod valakinek személyesen, aki rászorul. De nem írja rá. Akkor miért nem írja rá? Miért nem mondja azt, hogy cégünk egyébként használt ruha értékesítéssel foglalkozik, a bevételekből segítjük a vörös keresztet is. Dobja be, ha gondolja. És teljesen ha nem írja rá, akkor azért gyaníthatom azt, hogy ez valamiféle kis megtévesztés jellegű, nem? Nem az a tiszta, hogy akkor ráírja? Igen. Én tudom, hogy hova dobom. Igen. Itt csak igen. Az van rajta, hogy vörös keresztet segít.
abszolút nem akarom őket védeni, csak azt mondom, hogy ha tudok két konténerről mondjuk, mind a kettőt egy gyűrűgyűjtő cég végzi. Én meg akarok szabadulni az otthon feleslegesen tárolt, számomra már teljesen feleslegesé vált ruhadaraboktól, akkor a két konténer közül inkább abba fogom beledobni, amiről tudom, hogy egy olyan cég üzemeltető, vagy egy olyan cég tartja fent ezt a konténert, aki egyébként támogatja a Magyar Vörös Keresztet is. Uh-huh. De az, hogy utána mi lesz ezzel a és ruhával... És ha rajta vagy használt ruha kereskedő, akkor ugyanúgy bedobod? Ez a cég, ez szerintem pont ezzel tudja ugye támogatni a Magyar Vörös Keresztet. Hogy eladják a ruhát. Így van, hogy megvan hozzá az infrastruktúrája, amit a Magyar Vörös Kereszt nem tud megoldani, azt ez a cég megoldja, mert egyébként is a profiljába vág, sőt, ez a profilja. Aha. Egyébként írja egy barátom, aki fuvarozással foglalkozik, hogy rendszeresen hoztak a Szlovák Vörös Keresztől használt ruhát budapesti boltokba. Azért az is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a Vörös Kereszthez bejön egy csomó ruha. Nem nincs apparátusuk feldolgozni, kiszórni, leválogatni. Valószínűleg lehet, hogy a Szlovák Vörös Keresztnél hegyekbe áll, és azt mondja a Vörös Kereszt, hogy rendben van, akkor ezt értékesítem egy használt ruhakereskedőnek. Használt ruhakereskedő megveszi nyomottáron, eljutatja a pénzt a Vörös Keresztnek, és utána ő nem akármilyen profitot rátéve egyébként, értékesíti a használt ruhát. Azt, amit egyébként adakozni akaró emberek segítségnyújtásból juttattak el a Vörös Kereszthez. De lehet, hogy a Vörös Kereszt a pénzből meg jó dolgot vesz, érted, amiért eladja a ruhát. Igen, az is lehet. Az is benne van. Na de utána, ha a Vörös Kereszt tovább dobja a ruhát, akkor azon valaki meg akkor sok-sok milliós hasznot így csinál. Van. Igen. Tehát ezért ezek érdekes dolgok. Hát a Vörös Kereszt rajta dolgok. Is segít. Tessék? A Vörös Kereszt érte, a Vörös Kereszt mindenki segít. Azon is segít, aki tovább adja a ruhát. Igen. Nincs a Vörös Kereszt, ez egy számunk. A Vörös Kereszt egyébként ezzel az ügyel kapcsolatban már nyilatkozott, és mit mondtad? Például ugye már ez egy viszonylag régen előkerült sztori, és azt írják, hogy például a Magyar Vörös Kereszt 2012-ben 12 000 kg használt jó minőségű ruhát igényelt, és ettől a bizonyos KFT-től, ezt meg is kapták, és ezzel mint egy 4000 embernek segítettek. Uh-huh. Tehát, hogy egy folyamatos, jól működő kapcsolat van közte és a KFT között. Igen. Tehát, hogy ez a dolog, ez igazából működik. Persze, működik, nincs ezzel baj, csak érdekes. Jó, már ugyanazokat a köröket futjuk. Jó, mindegy, beszéltünk róla, úgyhogy mindenki dönts el, hogy dob, vagy nem dob, személyesen adja oda, bedobja, hogy beviszi a Vörös Keresztbe. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint tudolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Szabi, jó reggelt, hello! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello Szabi, honnan hívsz minket? Győrből, hello! Győr, ott is csúsznak az utak? Esett valami éjszaka? Érezni? Nem tűnik olyannak innen. Igazából még itthon vagyok, úgyhogy nem tudom pontosan. Úgy egy picit eldönteni, hogy Győrben csúsznak el az utak. Dolgozni mész majd, vagy iskolában? Dolgozom, mit csinálsz? Itt egy nagy autógyárban tevékenykedem. Ó, hát akkor, akkor azt lehet tudni, hogy az melyik. Igen. Milyen részlegen, vagy mi a feladatod? Motorokat gyártunk, V6-os. Szép kis V6-os motorok készülünk. Jó, olasz, és az... olasz lenne, még hangja is lenne. Ha rendes autó lenne, neki. Olasz lenne, mi? Jók azok. Nem, az jó, azért az gyerekek, az meg van csinálva. Na azért a... Na. Azért az de. Na jó. Az azért az de. Oké, okay, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj. Oké. Okay. Ó, hát már a Walking Dead-et nézik ma este. Hát előrébb van meg. Igen, és most éppen egy állatkertben. Ne, zombik jönnek. Nem hallott, hogy ezek zombik? Valami speckó új vonal, ezt még nem ismerem, de bejön. Most viszik a ruhát a gyűjtőbe. Igen, most viszik a konténerbe, pakolják a ruhákat, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! De na, 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 na. Még egyszer kaphatnék egy kis részletet? Hogyne, persze. De na, 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 na. Azt lehet tudni, hogy magyar vagy külföldi? Lehet. Én például tudom, mert ide van írva. Igen, ennyit tudunk segíteni. Külföldi. 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 Most nem zombis. Ezek. Nincs ott a egyelőre. Nagy macskát. Mutassak hosszabbat? Jó, kivettük a sapkát. Figyelj, mutatunk hosszabb részletet. De na, 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 na,
most már szinte az egész dalt lejátszottuk. Igen, hát ez nem fog menni nekem. Nem most. Megy? Nem. Pedig nem volt szerintem annyira néz. Ha meghalod az eredetét, valószínű beugrik. Figyelj, Szabi. Jaj, igen. Ugye? Bizony. Jó kis tánc. Hát, igen. Ez egy jó dal egyébként, legalábbis kedvelem. Szabi, ez nem ment, ne haragudj. Hát ez nem. Jó munkát neked ott a sok karikásban. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Sziasztok nektek is, hello. Óven bácsi, most kicsit úgy énekelt, mint tegnap este Fekete Lacia duettben. Milyen volt a duett? Nagyon jó. Jó Fekete volt? Laci. Na, csak ezt gyorsan elmondom. Nótár Mérivel, Nótár Máriával van együtt, aki ugye nagyon jó roma énekes lány. Bejött a Fekete Laci egy sárga izomtrikóban, sírtál, röhögtél, és amikor azt nézzétek meg a neten, elkezd fejhangon magasan énekelni a 160 kilós. De az a jó, ezt így kell. És így kell. Ezt így kell, ez a műsor erről szól. Ez jó. És ki esett ki? Józsi barát szegény, Josi barát, meg, meg Neoton família. Hamar elvéreztek gyorsan? Igen. Kiestek? Nem láttam. Ja, de a Fekete Laci az nagyon kemény volt. Fé, ha vannak jó karakterek, akkor az tud jó lenni az a műsor. És ők azért nagyon jó párosítás, az irgalmaton, egy hegyomlás, egy pici apró Fekete Laci. Ha nem akarják túl komolyan menni, mindenki röhög, hűl és őrültködnek, hogy a Hajdú csinálta, az szerintem az jó. És vannak ilyen image filmek, tud minden páros az elején, pompom lányok vannak benne. Az egyik a Fekete Laci. A sajátjában. Nagyon jó. Na, megőrít. Rázza ezért a lila pompont. Kíváncsiak, mivel turbosít így felvétel előtt. Tehát egy 26 francia krémes, 2 liter kóla, fél kiló kenyér és 3 grill csirke, tehát neki így nekiül ott a Róna utcában. A büfé se körülhetnek egyébként. Hát valószínűleg ő úgy írta alá a szerződést, hogy teljes ellátással. De külön cateringet kért magának az öltözőben. Igen, Kost Várti. Bárányokat mészárolnak. Van az a kis gázsi, de ugye az étel inkább. Igen. Na jó, van egy perc, van pontosan 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra volt pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, eresztek gyerekek. Látod, nézni? Ja, most itt talán másra gondoltam. Itt ott? Megyek le. Megint. Megyek, óriási. Megfáradt a hidraulika. Elfáradt a szelep, vagy a gáz. Lementem kicsiből. Apa, most megyünk ma az állatkertbe, apa. Apa, mikor megyünk a nagymamához a börtönbe? Apa, ne csináld már. Megint lementem picibe. Nézd, egészen kicsi vagyok. Nincs valami székszállító szolgáltatás? Veszek neked egyet. Hozol nekem egy másik. Apa. Nagy fogyasztó. Apa, eltek nyalókát. Gyerekek, kösz. Na, nézzük ezt. De lehet, hogy hízom? Tehát lehet, hogy már a szék azt érzi, hogy ezt 78-80 kötényen. Na, ez tart. Ez gyerekek esőbe szélbe, ez a szék, ez ne furulja magasan ülni, elszoktam ettől, komolyan. Ez tart. Feri túl sok kaját hoz reggelenként. Lehet, hogy ez a baj egyébként, igen. Na, itt vagyunk, friss közlekedési hírek, mégpedig, hogy mi helyzet az utakon. Ugye nyilván a közlekedés irátában erről szól, szép volt Balázs. Jó, de rendbe tett. Jó, hát ha valaki esetleg, mint tudom én, légi közlekedés, külföldön máshoz van szokva, most ért haza, tök jó. Régóta nem hallgatott minket, hát nehogy másra gondoljon. De. M7-es autópályán nagy köd van, Fonyottól a határ felé, trafi van az M3-ason Pest felé, a 106-os kilométernél, aztán Szentendrei út, Bogdáni út kereszteződésében 8 óra előtt pár perccel elsötétültek a forgalom irányító lámpák, csak erős idegzetőeknek. Írja egy hallgatónk, köszönjük szépen. A Móricon bekrepált a váltó, 6-os villamosnak ez elég nagy szívás, írja Ákos, és kamion ütközött Péren a 30-as táblánál, Győr felé félpályás útzár van, NBP üzente nekünk, köszönjük szépen. M6-os 42-es kilométer Pécs felé szalagkorlátnak ütközött egy autó, mentőhelikopter most szállt le, és lehet, hogy pályazár lesz, ezt Pinyó küldte nekünk. Ez az M6-os 42-es kilométerénél van. Kaposújlak és Kaposvár között pedig felborult egy kamion a jeges úton. Itt félpályás útlezárás van. Rác, Egres és Répás puszta közt a Szántódi úton is jégpálya fogadja a közlekedőket. Hmm. Ezt Molly küldte nekünk. Köszönjük és ragyogó napsütéses idő van az ország egész területén. Legalábbis az időkép alapján. Ahogy nézem, mi hogyha itt kinézünk erre a gyönyörű szép felüljáróra, akkor azt láthatjuk egyébként. Hogy áll. Is. Hát igen. Ki tudja még meddig, mert hogy nem tudjuk, hogy milyen állapotú van statikailag. De egyébként gyönyörű szép idő van. Igen. Legalább egy kicsi napsütés van, nem? Ha már nagy hó nincs, meg mit tudom én, ami ilyenkor még úgy lenni szokott, meg úgy normális lenne, mondjuk egy -3 fok és havazás, ugye? Akkor már ne legyen ez a +2 és nem tudom milyen idő, hanem akkor nem süssön le. 7-8 fok. Hm. Jó idő. A kékesen még mínusz van, azt látom. Illetve még van egy kis hó is, ahogy nézem az északi sípálya webkamera állóképét.
ami percenként frissül. Hát, tegnap hányszor nézted meg hétvégén? Vagy hétvégén nem vagy internet közben, ilyenkor éled ki magad, nem? Hétvégén nem, ilyenkor. Hétvégén elvonás van, ilyenkor csúszol vissza a kékesre? És akkor megszámolod, hány síjelő van, vagy csak úgy egyszerűen, csak úgy megnyitod, és jó? Figyeljetek, most mondom, most ez nálad valami elvágyódás lehet szerintem, valami ilyen kicsit egy föl ilyen a hegyre, magán, lefűzés, az. Lefűzés, igen, egy ilyen, egyébként egy ilyen az. Mizantróp, ilyen kicsit ilyen antiszoc beütés, hogy egyedül valahol a hegyekben, tehát szerintem te lennél az egyszer boldog ember, ha lezuhanna egy repülő valahol az Andokban, nem? Hát emlékeztem. Minek körülsz, Jani? Annak, hogy lezuhantunk, szevasztok! Igen, végre, Istenem, szabad vagyok! És soha többet nem kell ülnél elő, tudod? Elmegyek fájért! Minket már rég megmentettek volna, már rég ülnék a mentőhelikopteren, te valahol végre... Jani, hol van? Jani nem akarja, hogy megmentsétek. Igen. Hagyjátok, nem érdekes. Soha nem találnánk meg. Rád várnánk ott a mentőhelikopterbe, hogy gyere már, kerülj elő. Hát a múltkor beszélgettünk róla, és hát azt hiszem, hogy ti mind a ketten egyértelműen legagyiztátok, leigényteleneztétek ezeket a hatalmas egyfalas posztereket, amik, mit tudom, erdőt ábrázolnak, tengerpartot ábrázolnak, stb. Nekünk volt, hát egyfajta retro élményképpen, jó, most már egy picit talán fura, de hát mi így nőttünk föl a bátyámmal, volt hatalmas, nekünk vízesés volt erdővel. Gyönyörű. Anyám kicsapta a kempingszéket, fölnyomta a izét, baloglapát. Ott napoztunk nyáron. Én nem hátal ültem neki, nem szembe vele. Én imádtam ezeket. Beraktál egy CD-t madárcsirüpeléssel, és azt hitted, hogy az erdőben vagy, nem? Hát akkor az erről ugye beszéltünk, akkor minden lakótelepnek, a nagyszobának az oldalsó falán az elvágyódás egyik nagy szimbóluma. A vár, a havastály, az erdő, hát ez úgy volt. Igen. Hát igen, azok voltak a régi szép idők, úgymond. Piros útlevél, kék útlevél. Fene se tudja, hogy mennyire volt az szép, nem tudom, erről a szüleinket kéne megkérdezni. Mert akkor is ez volt a legvidámabb barak. Igen. Engem az Rinyi utca jól járható, de ezt kit érdekel, Hizsák utca. Nagyon jó vagy. Ez jó. De fontos, mindenféleképpen, nehogy aztán ott valaki ráforduljon az Rinyi utcába, úgyhogy nem tud egészen végigmenni koppanásig. M1-esen 24-es kilométernél Rottweiler kutyus kóborról a belső sávban, ezt Saci küldte nekünk, köszönjük szépen. De legalább nem farkas. Mi lett ezzel a farkassal? Lelőtték, nem? Ne, megtalálták. Hát alzható lövedék lőtték le. Ferinten ilyen történeteket olvasol. Nem lőtték le, megtalálták. Magyarodon. Kivették a hasából a piroskát. Én nem is azon gondolkoztam, hanem azon, hogy ugye a hír arról szólt, hogy ezt a farkast kiközösítették. A Veresegyházi Farkas Parkból. Medve otthon. Hát de ott van mellett egy farkas park. Igen, is. Igen. Csak még többen vannak a medvék. Most még az a fő profi. Na jó, de van egy medvepark, mi van külön farkas. A farkas kiközösítették, ezért a farkas átmászott a kerítésen. De minden farkas, akinek egyébként úgy gondolja, és kiközösít, átmászik a kerítésen. Jól érzed. A Karolina reggel azt mondta, hogy a farkas kiközösítették, elmarták a társai, megmarták, ezért fogta magát, átmászott a kerítésen, és világá ment. Megbántódott. Milyen lelki világa van ennek a farkasnak? Mondta, hogy igen, így csináltok, akkor viszont világá megyek. De mindez idáig bármelyik farkas elmehetett volna? Aha, csak ők nem akartak, csak mert nem akartak. Volt, csak jó volt a társaság. Ezt viszont most kiközösítették. Őt nem tartották annyira jó fejnek a többiek. Mi van, ha én mondjuk megállok az autópályán, és azt mondom a bennek, hogy gyere nézd, a kiskutya megfogjuk, mert nem tudom, mert hülye vagyok, és nem értek a kutyákhoz. Ez jó nagy kiskutya volt, semmi nem történt volna. Én ezt úgy tanultam, hogy farkas, de hogy farkas, Benni, hát ne beszélj már ilyeneket, és megpróbál megfogni, és fogok egy farkast. Ez egy kézhez szokott jószág volt, tehát teljesen szelíd volt. Amelyik farkas a kezedből leszik, az esik a lábam. Igen. Semmiféle veszéllyel nem járt volna egyébként a befogása. Simán, minden további nélkül egyébként. Hogy szólsz a farkasnak, Egyébként ez jó kérdés. Gyere. Ez jó kérdés. Szerintem is kb. Úgy reagál, mint egy kutya. Igen? De igen, a hívásra. Előhez egy kis sipoló kis kutyát, és eldobod neki. Az állatokra jellemző a kiközösítés egyébként? Tehát tényleg lehet, hogy szemtanúi lehetünk, ha elmegyünk a fővárosi állat növénykert és vidámpark, ugye ez már így egybe van, akkor ott kiközösítik egymást az állatok? Tehát van két zsiráf, aki nem szól a harmadik zsiráfhoz, vagy két languszta, aki nem szól a harmadikhoz, vagy két rozmár. Tehát ezt azt hiszem, ez egy ilyen emberes tulajdonság, hogy kiközösítenek valakit. Ez milyen érdekes az állatok? Én ezek a langusztára levek. A híres languszta populáció. Három folyamirák, kiközösít egy negyediket, és mi állunk ott az üveg előtt, és nézzük a folyamirákokat, és közben nem is látjuk, hogy ott éppen egy kiközösítés zajlik. Hogy egy iszonyatos dráma, hogy éppen egy iszonyatos lelki vívódás. Csak azt gondolod, hogy ez a folyamirák arrébb ment, mert kicsit elege van, és közben nem arrébb ment, de hogy arrébb ment, őt kiközösítették, van ilyen. És már az öngyilkosságon gondolkozik a languszta, hogy neki megy az akvárium falnak. Figyelj, ez igen, hát ez némi intelligenciát feltételez, tehát sok összezár egy ellen. Hát ez egyfajta szövetkezés a gyengébb ellen. Hát ezt az emberek ugye sokszor csinálják. De lehet, hogy csinálnak ilyet a jeges medvék.
Simán lehet. Hogy két jeges medve összezár, és a harmadikat kiközösíti. Én nem tudtam, vagy három teve kiközösít egy dromedárt. Láttatok már valaki kiközösített tevét? Én egyszer láttam egy kiközösített ormányos medvét. De nagyon szomorú volt. Nagyon. Vagy három madárpók képes kiközösíteni egy negyedik madárpókot? Vagy ez csak az állatok bizonyos fajtáira, az intelligensebbekre jellemző? Az a formája működik, hogy felzabálják egymást, és a végén csak egy marad. És hol van a vízválasztó? Tehát a földi giliszták még nem képesek kiközösíteni, de már mondjuk Szerintem emlős kell legyen. Emlős kell legyen? Nem? Igen? Hát tőlük a vízválasztó körülbelül 2 kilométerre van a Lourdes felé. Kik a legkiközösítőbbek? Szerintem... A lajhárok szerintem nem bandáznak. A lajhárok nem? Nem. Tehát, illetve bandáznak, csak nagyon lassan igen. Igen. Ott egy lajhár bulinak nagyon korán kell indulnia, hogy még ebben az évben. Én holnap valami fura átok után lajhárra változom, akkor honnan veszem észre, hogy engem éppen kezdenek kiközösíteni? Vagy az elefántok például kiközösítenek, vagy a tigrisek kiközösítenek valakit, kirakják? Az elefánt csordában él. Igen. De egyedül megy meghalni állítólag. Aha. Őket mind kiközösítették? Nem, ők elmennek meghalni egy adott helyre, és a többiek pedig aztán utána mennek és meggyászolják őket. Nagyon érdekes. Ott lehet látni egyébként, hogy kiközösítenek valakit. Na, hát ezt mondom, a csordában ott látszik. És vannak olyan állatok, ahol... kiközösítenek, elmész meghalni, és utána a csorda megbocsájt neked, és elmegy, meggyászol? Tehát hát minden egyes elefánt halál egy kiközösítés? Nem, igen, jó a kérdés. Nem, egyszerűen csak az elefánt érzi, hogy meg fog halni, és elmegy a meghaló helyre. És akkor van, aki elkíséri, és akkor ott még egy ideig gyászolják egyébként. A tigris egyedül vadászik, tehát őt nem tudják kiközösíteni. De az igazi drámák egyébként nem is náluk, hanem a planktonoknál zajlanak. Abban a tömegben egyedül maradni. Tök érdekes, hogy te látsz az állatkertben egy jelenetet, és nem is tudod, hogy épp kiközösítés zajlik. Nem? Érted? Igen. Szemtanúja vagy egy nagy kiközösítésnek. Azt hiszed, hogy minden oké. Azt hiszed, hogy minden oké, kicsit a farkas elment ott hűsölni, vagy nem tudom, és közben őt kiközösítették. Igen. Érted? Két rák elindul egymás felé, és azt mondod, hogy de aranyosok haverkodnak, pedig nem, hiszen a rákok általában hátrálni szoktak, akkor van minden rendben. Amikor egymás felé közelítenek, akkor az egy kiközösítés. Ott két kiközösített rák közeledik egymás felé. Milyen érdekes. Ugye, mert itt is az volt, hogy ugye a farkas kitaszították. Aha, igen. Hát ezek intelligens állatok akkor. Igen, azért ezt a kérdést felteszem. Ez számomra eddig sem volt. Nem azt mondom, csak hogy képesek ugye hierarchiában gondolkodni, igen. Nyilván szövetkezni, azt tudtam, hogy kiteszik a gyengébbet, meg megeszik, meg nem tudom, elüldözik a falkától, de... De nem lehet, hogy ez egy terv része volt ez az egész? Tehát, hogy ők kitalálták ezt, hogy fél, akkor most csináljuk azt, hogy te menj már mogyorodra, hallod? Nézd már kicsit körül, jól csinálom, úgy csinálom, mint a kiközösítenék, kicsit megmarunk, nem fog fájni annyira, aztán már szóval kerítése jó, és ez tök jó. Vagy látták, hogy kevesebb látogatóban összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy kéne valami kis ingyen PR ennek a kis medvepartnak, és akkor eljátszották ezt a nagy kiközösítős teremtet. De lehet, hogy a vezetőségek bevonták, ezek már annyira intelligens állatok, hogy volt egy ilyen kis kupaktanács. Na, mindenki jöjjön ide! Medvék is, farkasok is. Hát vagy lehet, hogy úgy néz ki egy ilyen vezetőségi értekezlet ott a magyaródi, nem tudom, ülnek, ül két állatgondozó, három menedzser, egy igazgató, egy farkas, meg egy medve ott ül az asztalnak. Brubi, Akela, ti is gyertek ide. Szavazati joggal rendelkeznek, és ők is megszavazhatják. Nincs pénzük idén marketing tevékenységre. Semmi baj, mondta a farkas. Eljátszották a nagy kiközösítést, elindultak az M3-os felé. Egy ötlet, ott látok egy mancsot. Nem a medve, tedd le a kezed, igen, farkas jelentkezik. Érted? És akkor elindul. Ők több méz, na jó vár. Még ezt hallgatodra gondolsz? Igen, ott valaki? Hallgassuk a kellát. Na, itt van velünk Hanga Zoli, aki nyilván megint hallgat minket, és hallja, hogy miféle elképesztő dolgokat mondunk mi az állatokról. Hello Zoli, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello, úgy szeretem, hogy állatos téma van, azonnal bejelentkezel, ezt nagyon kedvelem. Hello. Figyelj, itt a kiközösítésről beszéltünk, nyilván hallgatál minket, hogy akkor ez egy tényleg egy megszokott dolog, hogy itt az állatkertben, meg az állatoknál, hogy csak úgy kiközösítik egymást? Hát előfordul minden esetre. Ugye nyilván ez olyan állatoknál jöhet szóba, amik csoportban élnek, tehát ugye, hogyha egyedül van mondjuk egy tigris a vadonban, először keresnék egy másik tigris, hogy egy harmadikat kiközösíthessen, tehát ugye ez nagyon nehéz lenne. De csoportban élő állatoknál előfordul, de hogy ennek az az oka, hogy arra vezethető vissza, ugye miért vannak csoportban az állatok? Hát azért, mert a túlélésük szempontjából néhány fajnak hasznos az összefogás, de azért közben az egyéni érvényesülés is megvan. Tehát a csapaton belül azért mindig szokott lenni egy ilyen rangsor, amit ti is emlegettetek, ha jól hallottam. És hát ugye ezeknek a rangsoroknak azért megvan az a szokásuk, hogy nem csak eleje van, ugye az alfa állat, aki a rangsor élén áll, hanem van egy alja is. Tehát aki a rangsorban az utolsó helyen áll, és hát ez nem biztos, hogy egy csapatbeli kiközösítésnek
számít teljes egészében, de hát minden esetre, aki a rangsor végén van, az mindig utoljára jut a szápmellékhoz, mert mindig elzavarják a többiek. Tehát azért ez problémás. Sőt, előfordul olyan is, hogy ez az állatkertben is, hogy aki a rangsor végén van, azon állandóan elverik a port. És volt már olyan, hogy bizony annyira, hogy egyszerűen külön kellett választani a csapattól, mert nem működött a dolog. Ja, természetben előfordul, hogy van is egy jellemző csoportméret, ez persze élőhelyenként más és más, de még megvan, hogy például a Gorogoro kráterben az oroszlán csapatok általában olyan 12-13 egyedül állnak, és hogyha ennél több van, akkor valami ott történik, ami alapján már újabb állat nem kerülhet be oda. És észrevettétek esetleg más fajoknál is? Tehát engem nagyon érdekel tényleg, hogy a folyami rákoknál például, hogy a tízlábú rákok rendjébe tartozó folyami rákoknál, például van-e ilyen, vagy csak az emlősöknél, vagy tehát hol indul a kiközösítés, melyik szinten? Nagyon szakavatott vagy a tízlábú rákok kapcsán. Folyami rákokkal de... van, nagyon jó vagyok. De az az igazság, hogy azért inkább emlősöknél, meg esetleg madaraknál fordul elő ilyen. Ami például egy nagyon jellemző, az állatkertekben az a mókus majmok, ezek a kis sárgás színű, nagyjából ilyen másfél férfi arasznyi méretű, nagyon helyes dél-amerikai majmaszkák. Hát az például rendszeresen előfordul, hogy ugye a természetben is nagy csapatokban élnek, állatkertekben is itt tartjuk őket, de hát bizony előfordul, hogy aki már a rangsor végén van, arra esetleg nagyon rájár a rúd, és akkor azon rendszeresen elverik a port. Ez persze úgy lehet ennek elejét venni, hogy olyan helyet kell nekik kialakítani, amit például nem lehet belátni az egész között, és akkor vannak olyan zónák, ahová egy kicsit így vissza tudnak vonulni ezek az állatok. Aha, nincsenek szem előtt. Van, így van. A gondozónak minden reggel át kell számolni a csoportot, hogy van-e kiközösített? Hát ez is benne van, igazából az állatgondozók munkája minden reggel azzal kezdődik, hogy megnézi, hogy mindenki megvan-e, mindenki jól van, mindenki egészséges, és hát ebben nyilván az is benne van, hogy azt lehet látni, hogyha valakin azért rendszeresen elverik a port ezen. Ennek vannak mindenféle nyomai. Ilyenkor nem szabad az embernek közbeavatkoznia, ugye? Tehát, hogy azt látom például, hogy mondjuk egy brutális fehér pamacsos helyen majom hordán belül valamiféle ilyen kis ízé felborul a status quo, akkor ugye abban nekem nem szabad beavatkoznom, mert az a természetrendje, meg hát nyilván nem akarom magamra vonni a haragjukat sem. Hát hogy kisebb csetep magyaróval, vagy ilyen. Kisebb csetep aténál nem, mert a némi veszekedés azért mindig benne van a papírban, egyszerűen ez a csoportos élet velejárója. De hát, hogyha tartósan ez a helyzet, és az állatnak már olyan sérülései vannak, ami tényleg hát olyan nehezen gyógyuló, vagy tehát már nagyon tartós sérüléseket kap, akkor nyilván valami más kell kitalálni, vagy máshol kell elhelyezni. Egyébként azzal szokott még probléma lenni, hogyha már van egy összeszokott csapat, és akkor odaérkezik egy új állat, és őt kell beszoktatni. Hát ez nem olyan egyszerű, mint amikor egy új gyerek jön az osztályba, és akkor kimarad, vagy már pedig ő oda fog járni, aztán így vagy úgy, de valahogy azért csak integrálódik. Figyelj, tehát nátok van ilyen, fogadóra, hogy mit tudom én, a kiközösített állattal valaki egy kicsit ott úgy játszik, tehát ilyen állat pszichológus bemegy, ami írt a jegesmedvéhez, lefektetőt a diványra, egy kicsit elbeszélget vele, vagy a mongúzokhoz bármi, tehát ilyen állatpszichológusotok van? Gondoltunk erre, de a díványal az a probléma, hogy a legtöbb állat szerintem szétszedni, és akkor nem győznénk díványal is. Értse meg, feküdjön már le az ágyra. Igen, nyugodtan feküdjön át, de ezek nem természetes. Hát igen, meg általában ezek a jószágok eléggé hiperaktívak ahhoz, tehát hogy nem lehet megbeszélni a problémákat, mert addig nem marad az ágyon fekve. Mit szóltok ez a kopenhágai zsiráfhoz? Hát én teljesen kész voltam, hogy egy állatkert, teljesen érthetetlen módon, picit éles a váltás, tudom, de ha már itt vagy, beszéljünk róla a két mondatot, egyszerűen kivégez egy zsiráfot. Azért, mert hogy ugye egy ideig nem kellett senkinek, aztán már mikor mondta, hogy akkor kivégzi, akkor kellett neki, és utána egy szinte nyilvános kivégzést csináltak egy zsiráfborjúból. Tehát ez igen, ez egy furcsa történet. Nem olyan egyszerű ez, ahogy általában szokták kommentálni. Ugye arról van szó, hogy az állatkertben sokkal jobb az állatok szaporodása és életben maradása, mint a vadonban, hiszen kevésbé küzdelmes az életük. Ezért hiszen sokkal több állat életben marad, mint ami a természetben normális. Tehát most nekünk is van két kis oroszlánunk, akik tavaly születtek, és ők még mind megvannak, de a természetben ennyi idő elteltével abból a hétből már csak négy lenne meg. Na most... ez ugye azt jelenti, hogy az állatkertben hát nagyobb számú utód él is túl az ilyen nehézségeket, és hát ebből az adódik, hogy az állatkertben vannak szám fölötti állatok. Na most ez veszélyeztetett fajoknál nem baj, hiszen éppen az a cél, hogy minél több legyen belőlük, és szaporítsuk, és visszatelepítsük őket a vadonba. De ott, ahol egyébként gyakori fajokról van szó, és az állatkertben mindenütt jól szaporodnak, és minden állatkertben van belőlük,
ez mondjuk azért klasszikusan nem a zsiráfoknál, hanem mondjuk a medvéknél van. Hát ott ez probléma, ott ezt valahogy meg kell oldani. A legtöbb állatkert ezt például fogamzásgátlással, vagy ilyen módon oldja meg. De van egy olyan megközelítés is, hogy hát akkor ugye a fogamzásgátlás helyett hadd szaporodjon csak az a nőstény, csak éppen az utódait, miután eléri egy ilyen már tenyészélet vagy ivarélet gond, hogy minden esetre elhagyja a szülői házat, ha úgy tetszik, akkor tulajdonképpen ugye a természetben is ezek az állatok azért nagy százalékban elpusztulnak különböző ragadozók által, és az a koncepció itt, hogy hát akkor ebben az esetben, hát ez nem ragadozóval történik meg, bár ugye ragadozókkal letették meg ezt a zsiráfot, tehát ezért van, az más kérdés, hogy helyes vagy helytelen megoldás-e. Fura pont egy állatkertől, tehát hogy akkor adják oda valakinek, hát más állatkertnek, vagy zsiráfja nincs, semmilyen nincs, akkor adják oda, vagy vigyék el. Igen, hát ebben vita van az állatkerti szakmában, mi nem támogatjuk ezt a dolgot, de skandináv állatkertekben előfordul, hogy vannak ennek a megoldásnak hívei, tényleg ezen el lehet azért elég komolyan vitatkozni. Minden esetre arról van azért itt szó, hogy ezt a dolgot, hogy hát tulajdonképpen valami hasonlóról van szó, mint a természetben, csak ugye ez így az állatszeretet hiányára is van, és ezért nem jó. De ezt a dolgot viszont fölvállalják ezek az állatkertek, tehát a koppenhágai állatkert is ezt nem stikába csinálta, és akkor egyszer csak valaki leleplezte, hanem ezzel kivált és fölvállalta. Csak ezek a viták, amik az állatkerti szakmában folynak, hogy gyakorlatilag a nyilvánosság elé ezzel kikerültek. Fura pont egy állatkerttől egyébként, hogy ők ezt csinálják. Mennyibe kerül egy ilyen zsiráf? Mi az értéke? Tehát ha mondjuk valaki bejelentkezett volna, hogy ő megvenné ezt és megmentené saját magának, és mondjuk otthonra, vagy állatkertbe, vagy mondjuk ti, mennyibe kerül egy zsiráf a piacon? Hát ez nem úgy működik, hogy bemegyek a zsiráfboltba. De nyilván van egy értéke, hát nyilván minden állat be van határól, hogy adjál érte 2 zebrát, vagy adjál érte 3000 eurót, vagy tehát nyilván van értéke. Van, de nem biztos, hogy ez pénzért megy. Tehát például hozzánk is úgy kerülnek zsiráfok, vagy tőlünk is úgy kerülnek el, hogy általában akkor egy másik zsiráfért cserébe, vagy pedig egyszerűen kihelyezésbe, vagy ajándékba. Tehát itt mindig az a lényeg, hogy olyan helyre kerüljön a zsiráf, ahol A jó lesz neki, B olyan csapat és olyan párok várják, akikkel tényleg helyes összehozni a tészprogram szempontjából. Itt ugye az is furcsa volt, hogy tulajdonképpen lett volna olyan állatkert, amelyik ezt a zsiráfot befogadta igen, volna. Igen, bejelentkeztek többen is. Van igen. Ilyen közös weboldalatok? Tehát világ, vagy igen, a nemzetközi zoo adok kapok? Tehát, hogy fölteszed, hogy nekem egy van állatvatera? Egy állatvatera? Egy állatvatera. Van egyébként ilyen, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének a honlapján van egy természetesen jelszóval védett rész, és ott van ez a keres-kínál oldal, úgyhogy ezt szoktuk mi is használni, így van. Figyelj Zoli, mindenféleképpen meg kell kérdezni, hogy egyébként mit csinálsz? Tehát több fajta verzió van most a fejemben, egy ruhás, meg egy ruha nélküli, de hogy... Milyen populáció gyarapítasz jelenleg, miből van hiány? Vagy miért annyira lihex, hogy neked vagy valakinek ott nagyon jó kell lenni a közelben? Éppen távolságokat küzdök le, mert... Most a gyaloglást választottam, hogy még beérjek az állatkertbe, ja. Mert hogy ne zavarjon minket a közlekedés zaja, miközben beszélgetünk, úgyhogy egész egyszerűen csak ennyi van. Jó a kondív, jól hozott, egyszerre beszélni gyorsan, mert jól hozott, csak annyira éhez mucájot megkérdezni. Jól van, vigyázz magadra, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönjük neked, ciao. Hello, Hanga Zolival beszélgettünk. Helyesen lihegett. Nagyon komoly. Annyira lihegett, hogy én is elfáradtam. Kicsit le kell ülnöm. Igen, tőlük is szívt el az oxigén. Én is leizzadtam, annyira lihegett. 8:30 múlt pontosan 6 perccel jönnek a hírek. 8:45 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Győrben, a szigeti Bartók kereszteződésében sárgán villognak a lámpák. 2 autó megszerette egymást az iparút felé, a külső sávot elfoglalják. Ezt nagy medve küldte nekünk. Milyen szépen írta, nem? 2 autó megszerette egymást. Ez milyen szép megfogalmazás annak, hogy tulajdonképpen pozitív. Szinte frontálisan karamboloztak, igen. M3-os Budapest felé a 106-os kilométernél van egy trafi, Panzer küldte nekünk, és a hírekkel ellentétben nincs pályázár az M6-oson, csak a külső zsávot zárták le, ott mentőhelikopter is van, meg egy elég nagy baleset, de nem zárták le az M6-ost, úgyhogy lehet menni Pécs felé. M7-es siófoki lehajtónál Pest felé egy ősz közvetlen az út mellett nézelődik, lassabban a város környékén, írta nekünk egy hallgató, és 17. kerület helikopter út, a lakóparknál Lőrinc út felé, fának csattant autó, tűzoltó mentő, még nincs dugó, Kriszta. Ez te vagy, ugye, Jani? Igen. Lőrinc út felé, hát ezt földi vagy, ismered, tudod, becsukott szemmel, hazatalálsz bárhonnan. Az a te környéked, a te területed. Az a mi kies vidéken. Az a pokolkonyhája, az a terészed, ott te vagy az úr.
Tamási Kaposvár között három baleset, nagyon csúszik az út. Pilléres Gyuri üzente nekünk, és a 8-as főút Veszprémi elkerülő szakaszán a 77-es út lámpás kereszteződésében két autó karambolozott. Rendőrök a helyszínen, ezt Könyves Nándi küldte el nekünk. Köszönjük szépen. Ja, csak mondom egyébként, hogy pénteken nagyon sok tippet kaptam, hogy milyen cukrászdákba látogassak el. És természetesen mindent betáraztam, mindent bebifláztam. Mindent megnéztem. Vidéki helyszíneket, és tudom már, hogy hova kell majd menni a közeljövőbe, illetve akkor, amikor azon a tájékon járok. Általában nem szoktam megbánni. Szóval észrevetted, hogy növeszti a haját? Igen, nem, én is azt láttam, hogy egy kis helyes kis beültetésem voltál? Levettek néhány gyertéglát a fenekedről, vagy mi történt? Hát abban onnan ültetik, azt tudod, hogy a fenékről veszik. De a bőrrészt a fenékről leveszik. Meg hátulról, csípőről, fenékről, és azt teszik ide föl, és ugye nem a, már sokszor nem a hajhagymákat teszik, hanem, vagy lehet ez egy régi művelet, de hogy magát a bőrdarabot is átteszik, és a bőrön keresztül nőnek ki a hajhagymák. Most már lehet, hogy hagymánként ültetik. Régen ez volt, hogy komplett bőrdarabokat szedtek. Én úgy tudtam, hogy itt alul, hátul, a tarkónál ott ugye sűrűbb, és onnan teszegetik föl egyesével. Az már valami modern. Hmm. Én még azt tudtam, amikor még segről rakták át honlokra. De tényleg mi van? Az a baj, hogy most félreértető egyébként a dolog, mert hogyha együtt látnak a házi kedvenceinkkel, akkor azt veszik észre, hogy a macskának a hátáról kopik, az én fejemben pedig nő. Egy kis strucbébis vagy. Igen. Ne, akarok csináltatni én is ilyen Bozsek Márk hajat. Ami mostanában mindenkinek ilyen van, ezt nem tudom, észrevettétek el, hogy mindenkinek ez az oldalt nem sok, és akkor felül meg így elkezd nőni egy ilyen vastag ilyen, hogy hívják be, egy ilyen vastag sávba, és valamelyik nap láttam az egyik internetes portálon, hogy ez ráadásul valami 19. századi női divathaj valójában, ami újra és újra mindig így előjön, egy ilyen örökschláger. Az Aurelionak is ilyen van, a VV-ből, meg még számtalan arcot lehetne mondani. És mindenki ilyet csináltat. Magának én mindig csak Bozsek Márk hajnak hívom, mert hogy én rajta láttam először ahhoz még azért növesztened kell. A barátok közben. Tehát, még eltelik egy pár év, addigra megunom. Addigra megunom, és megint előveszem majd a gépet, és letolom megint egy millisztán. Na jó van, játszunk valakivel. Előtte még jött egy SMS. Feri, a téli olimpia közvetítéseiben a hangod üde színfolt. Nagyon örülök, hogy észrevetted végre, hogy szerepet vár. Hát gyerekek, ami egy jó sportszakkommentátor, az érted, az mindenhova kell, aki ezt megérzi, hogy mi van ott kint, ott a helye. Fogalmam nincs, miről ír a hallgató. Ja jó, kivel keverne? Nem tudom. Nagyon jó, imádom. Mária küldte ezt, Feri, a téli olimpia közvetítéseiben a hangod üde színfolt. Nagyon örülök, hát, Mária, hogy észrevetted. Hogy mit, óriás műlesiklás, körling, snowboard. Tudom, mire írta. A síparadicsomnak a reklámját te mondod föl. Jó! Én is szoktalak hallani. Fenébe, én meg azt hittem, hogy ott vagy. Szerintem arra írta. Én meg azt, hogy az az üde színfolt, hogy nem hallatszik a hangod. Igen, ugye, hála Istennek még ott. Annyira jó, hogy tök csöndben vagy, Feri, nagyon szeretünk. Ja, hogy a közvetítés a síparadicsom. És milyen hiteles, hisz egyszer már voltál. Én voltam. Hát senki nem mondhat, hogy te kiripáltad ezt a dolgot. De most attól, hogy te nem sírsz, még mondhatod azt, hogy ő támogatja. Imádnám, ha valami téli sportot közvetíteni. Imádnám, és ilyen iszonyatosan, mit tudom én, a biatlon tudod, de ilyen nagyon. Jobbul emberek, barol is. Elmondhat, hogy milyen puskával lőnek, hogy csinálják, mennyit futnak, mi a szabály. Tudod, miket mondani? Lefekszenek a hóra. Hát nem fog megfázni az a szegény gyerek? Ebbe, már föl. Hát nincsenek anyukája, aki rászóljon. Evett egy kis szalonnát előtte, hogy legyen egy rajta ház. Ahogy látom, egymás után jönnek a játékosok. Ole, Einár, Björn Bálel! Jól tolnád. Jól tolnád egyébként. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a hármas ugrás játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Feró! Szia! Feró, honnan igen, is? Nagy Feró. Honnan is? Tényleg Nagy Feró, vagy csak hűültél? Nem, én tényleg Nagy Ferenc becsültes. Na, Nagy Ferenc, jó. Még egy viszonylag sűrű név azért, igen. Salgó Tarjából hívtál minket. Igen, igen, igen. Már munkában vagy otthon még? Már Melóban vagyunk, csak éppen reggeli szünet van. Na, mit csináltok? Savmart üveget gyártunk. Nyílászáró, hogy állsz? Nem, savmarnak üveget. Érzel. Igen. Épp készülőben van nektek az ajándék. Tényleg kapunk valamit tőletek? Igen, igen. De drágák vagytok, hogy elkülditek, vagy el kell érte mennünk? Hát, szerintem, hogyha jöttök focizni Nagybátonyba, akkor szerintem oda levisszük majd. Csak a Nagybátonyi meccs! A nagy meccsünk, gyerekek, basszus. A tavaszi nagy meccsünk. Csináljátok akkor majd meg, kell, hogy mikor lesz. Azt mondjuk Feró, úgyis. Feró, csináljátok meg ti a kupát arra. Amit de tényleg, nem mi kapjuk úgy. Nem, hát az nem baj, az a Nagybátonyi kupa.
az lenne. Hát ezt nem tudom, hogy az... Üveg, egyszerűen gyönyörű üveg. Váz. Hát majd gondolkozunk rajta, de mi ezt egyébként síküveget csinálunk, tehát nagy tábladüvegeket maradunk. Az is jó, hogy föltartod, nyertem. Igen, úgy érzed, esélyesek lennénk már a féle kupára ott a meccsen. Nem, hát de legalább ott. Igen. Na jó van, Fecó, figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető. Hát második. Mi van vele? Még azt te is tudod? Nem, azt a fogalmam. Ja, azt hittem. Azt tudni fogja. Igen? Elviszed. Fogja? Ah, igen. Szám megnézzük. Ki segít neked, Fecó? Kollégák vannak. Kollégák. Figyeljetek, ne kapkodjatok. Nézzük akkor, hogy szól az első kérdés dedikált egér alátét. Melyik kontinensen őshonos a bengáli tigris? Hát ez Ázsia. Micsoda zicce. Mehetünk tovább? Igen, persze. Így szól a második kérdés. Melyik kínai akciófilmsztár szerepelt a Halálos fegyver sorozat negyedik részében? Jet Li. Hogy van? Ki tudta ezt? Ez nem tőled jött. Nem, ez kollega volt. Gabi. Gabi nagyon jó. Király vagy Gabi, bíztunk benned. Gabi, nagyon jó. Na, mi legyen? Menjünk tovább, vagy álljunk meg? Megyünk. Így szól a harmadik kérdés sapkáért. Hogy nevezik azt a szójátékot, amelyben értelmes szavak betűből összekeverve egy másik értelmes szót hoznak létre? Nem. Az biztos nem. Okosan hárítottad, jó vagy? Nem. Pedig itt van egy... Anna, te választottál játékos? Teszem. Miért? Hát segítek. Segítettem egy kicsit. Hát pedig nagyon sokat vártunk. Hát, nagyon sokat. Ez az anagramma. Azért kiabáltam itt, hogy Anna. Anagramma. Ja, igen. Igen. Hát igen. Ez az anagramma, igen. Óda, adó. Mind a kettő értelmes. Igen. Az egyiknek örülünk, a másik. Na, már. Igen. Mikor örültél utoljára ódának? Ez nem ment igazából, Feró. Meg kellett volna. Pedig annyira nem volt nehéz szerintem. Hát igen, most már így beugrok. Egyből, hogy mondtál, persze csak. Jó, bumbozunk egyet, hát ha jól nézzük meg, hogy sikerül, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Segít neki! Visszacsúszok a tarkomra a hajam. Minden itt. Hát nézd, hát... Sem. Hát, ha még erre se ad, akkor... Nem, a kutya fáj, pedig ez olyan szép bumba, de nem. Egyszer adott az összesen február... január 1-től februárig, nem? Egyszer. Igen, és adott a szervizbe. Low budget van. Nem adott a rohadék. Nem jelez. Köszönjük. Ciao. Hello, sziasztok. Sziasztok. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Vidd már el ezt hangolni, ezt a szoftvert. Valamit csinálj már vele. Valamit. Jó, szólj a Gyulának, hogy valamit frissítsen már rá. Most ez a folyamatos reszetelés, ez már nem használ neki. Kikapcsolom, bekapcsolom, ez már nem. Ide már valami komolyabb IT is kell. Egy perc, pontosan 9 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 4:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, tele vagyunk közlekedési hírekkel. Kerítést vitt ki egy autó Pilisvörösváron, a Szabadság úton méghozzá egy személyautó, ezt Jócó küldte nekünk. Mérnek az M3-ason Pest felé a 204-es kilométernél. A 4-esen Téglásnál szintén mérnek, méghozzá fehér Skodából, ez Skoda 445 küldte nekünk. Aztán van egy mérés a Csepeli bevezetőn, a Rákóczi híd felől érkezőket mérik, valamint Csepelt elhagyva a Halásztelek felé komoly dugó alakult ki. Tóth Fer küldte nekünk, köszönjük szépen. Az M5-ös Budapest felé Inárcsnál megállt, mint a szög, okát egyelőre nem nagyon tudjuk, ezt Big Face küldte nekünk. És az M0-áson az M2 lejáratánál szintén mérnek, úgyhogy ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. Köszönjük szépen. Ha valaki tudja, hogy miért állt meg az M5-ös Inácsnál, akkor szóljon nekünk mindenféleképpen. Okát nem tudjuk egyelőre.
Ugye? Nem tudjuk. Nem tudjuk sajnos. Azt hiszem, nagyon sokan észrevették, hogy a legújabb, a Sobert család legújabb reklámát megelőzte egy kis közvéleménykutatás a családon belül, körbejárt a papír, mindenkivel felolvastattak, és végül Rékára esett a választás, és én azt gondolom, hogy jól döntöttek, bár ő kevésbé szórakoztató, mint a család. Igen, nem lesz új hang belőle. Nem. Egyé finom batyút, egyé finom batyút. De azért a klasszikusok itt vannak a társaiban. Egyé batyút. Vágli, vágli, vágli. Igen, most változtattak most a Réka. Igen. Mondta föl, én is észrevettem. Nagyon, nagyon, de nagyon kultúra. Nagyon szépen, precízen, pontosan így van. Mondta. Nagyon nem, kultúra. Nem adtak támadási felületet. Hmm. Gondolták, hogy most nem engedik megtámadni. Meg visszavonult a Norbi, nem? Visszavonult, igen, a médiától. Úgyhogy... És hát ez is benne van a médiában, a reklámmondás. Igen, most én csinálja. Visszavonulok, Réka. Te jössz. Elszik egy kis batyut, addig te meg. Törj előre. Na. De Réka milyen szépen mondja. Így van. Nem? Uh-huh. Ugye? Ugye? Nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon szépen, szépen, nagyon kulturáltan. Igen. Igen. Vágli. Na. Érdeklődni szeretnék, hogy Valentin napon lehet-e üzenetet küldeni általatok a páromnak? Lehet, Csabi 10-től. Csabi, a Csabinál dalt is lehet küldeni, és egy ilyen szívhez szóló üzenetet is el lehet látni azt a dalt. Vagy mi valentínozunk? Mikor lesz Valentina? Most péntek. Mindig, igen? Mindig ugyanarra napra esik, olyan, mint húsvét, rohadt a kiszúrás, mindig, 20, mindig hétfőn van, ez is február 16, azt hiszem, nem? Péntek. 14. Péntek. Péntek. Most pénteken. Jó, jó, megszólták, mindig ugyanarra a presszió. Igen, fogalmam nem volt. Kerestem, hogy hol a kapaszkodó. De mert minden, hogy mindig ugyanarra, hát mindig február valamennyi. Tehát olyan szenteste, december 24. Csak mindig február valamennyi. Valamennyi, 14 vagy 16. 14. 14? 14. Igen? Aha. Feri tudja. Nálunk, igen. Hát most, hogy ti hogy tartjátok. De hogy tudod aztán... fejben tartani, Feri, mikor nálatok az év minden napja Valentinnak. De az egy plusz Valentin. Ajánljunk föl egy vacsorát valakivel. Jó. Az rohadt nagy kiszúrás. Miért? Jó. Szúrjunk ki mondjuk a Vastag Csabival, és mondjuk azt, hogy nálunk legyen egy Vastag Csabi vacsorát valaki. Szerintem azt tőle? Ha ki hát rá belőle nem tud kijönni. Akkor rossz fej. Akkor rossz fej. Jó, Valentin napon elintézünk egy vacsorát Vastag Csabával, aki akarja. Jó, kaptuk egy vacsorát Vastag Csabával, tessék. A legrohadékabb dolog. Szerintem örül a Csabi, pénteken nem lenne haknia. Á, biztos, hogy nem bukik vele semmi. Biztos, nagyon örül, hát PR-ban nyilván azt mondja, hogy nagyon örül. Ül a kocsiba, hogy rászorít, akkor hogy... Jó? Nálunk Valentin napon, ha valaki akar, elmehet Vastag Csabával vacsorázni. Csaba, jó? Ha hallasz most minket, jelez vissza, légy szíves, hogy részedről is oké. Nem, érdekel, hogy jó-e neki, vagy nem. Semmi, megy vacsorázni. Ennyi. Semmi. Vastag Csabával lehet menni vacsorázni. Jó, figyelj, a nők bálványa. Imádják. A szerelem nagykövete. A szerelem nagykövete. Az érzelem és a szerelem nagykövete. A Valentin nap atya. Ha ezt most nem vállalja, akkor nem az, akinek eddig hittük. Ennyi. Ennyi, gyerekek. Ebben a pillanatban elintéztem egy vacsorát Vastag Csabával. Jó? Ti is társultok? Akkor persze. Közösen elintézünk egy vacsorát Vastag Csabával. Aki szeretne menni Vastag Csabával vacsorázni, az majd Valentin nap előtt, ez jövő hét? Ez nem, ez e hét. Ja, de ez mindig ugyanaz a nap. Dobd vissza, jogos, dobd vissza, jogos. Eset ugye Balázs, mindig ugyanaz a nap, nem hiszem, hogy nem tud megjegyezni. Előtte napon kiválasztjuk az SMS-t írók közül, ki az, aki el akar menni vacsorázni? És kiválasztunk egy nőt. Legyen a legyen, ez jó, ez legyen. Egy jó ötlet. De miért nem férfi? De miért nem férfi? Mi férfi nem mehet el akar menni vacsorázni Vastag Csabával? Nem lehet. Miért gondoljuk, hogy csak nők akarnak elmenni Vastag Csabával vacsorázni? Mi van, ha van egy turkevei kőműves, aki nagyon szívesen vacsorázna Vastag Csabával. Hát nem a férfiak nem... kőműveseket ismerem, nem olyanok. Na de várj, szerintem simán. A férfiak nem lehetnek szerelmesek, hogy Csaba a szerelem nagykövete, akkor ő a szerelem minden formájának a nagykövete. De most nem erre gondoltam, hogy csak a... Nincs erre, hogy csak a nőknek, vagy csak a férfiaknak a szerelmének vagyok a nagykövete. Ő ámlok, mindenkinek. Én nem arra gondoltam, hogy meleg férfiak akarnak Vastag Csabával vacsorázni, hanem olyan férfiak, akik irigykednek Csabára, és Csaba szépségápolási tippeket nekem tud adni. Nekem mindegy, csak szerelmes legyen az, aki elmegy Csabával vacsorázni. De nem de kell, Csabával legyen szerelmes. Nem kell feltétlenül, hanem ünnepeljék együtt a szerelmet. Aha. És jó. Lehet szerintem ez egy akár egy nagyon idős férfi is. De mi van, ha magányos férfiak akarnak, akik csupán csak társaságra vágynak haverkodni, semmi mindenféle nemi orientáció nélkül. És trükköket ellesni a Csabától. Szépségápolási tippeket akarnak kérni Csabától, hogy így van, milyen arckrémet használjanak, vagy vagy hogy kell sármosan nézni. Igen. Hogy kell kimutatni. Szerintem ez jó. Hogy kell jammelni a lottosorsolást.
Ja, Csabát bírják a csajok. Imádják, ja? Imádják. Jó? Írjanak már csak olyan lányok, akik ennek így tényleg örülnek, csak hogy van-e rá igény, mert szerintem lenne. Aha. Ha van igény, akkor... Akkor Csaba rendelkezésre áll, az nem kétséges. Az kész, az eldőlt. Jó. Az eldőlt. Így van. Hát most rábolintott, nem? Vagy nem? Igen. Vagy nem? Na, nem, egyelőre még csak rászorított a kormányra a hal minket. De ugye ezt visszamondani tiszteletlenség, nem? Hát egy vacsora meghívás. Ne arra ugye már. Szóval, fölajánl egy élő rádióműsorban, egy kereskedelmi rádió, vagy el lehet menni vastagcsát, ezt visszamondani, hát kik leszik a Csaba lemezei? Megmondom kik, a szerelmesek. A szerelmesek napján nemet mondani a szerelmeseknek, akik egyébként veszik a lemezeidet. Az csúnya dolog. Nagyon csúnya. Nem kifejezés, és most szerintem kicsit ilyen, hogy is mondjam csak Feri, puha voltál, amikor azt mondtad, csúnya dolog. Nem az árulás. De a szerelemről beszélgetünk. Az elárulná a szerelem. Ez igaz. Igen. De nem fogalmazhatsz ilyen keményen. Tehát úgyis most szponzoráljuk a Vastag Csabának a koncertjét, nem? Igen. Mi? Hát a naphallgatója nyerne, ezen a héten nyer? Hát ezen a héten nyer nálam. Igen, nagyon jó. Na, hát akkor tök jó. Hát én akkor tovább mennék, hogyha minden nap nyer a naphallgatója egy koncertet. Nem a akkor... Csabit nyerik, csak a koncertre mehet. De hát akkor nyerjen egy vacsorát is a Vastag Csabival. Igen, minden nap ne, az már rohadék sem. Hát egy, nem is miért, hogyha összeülnek, az öt nyertes meg az egy Csabi összeül. Jó, várjátok, ki fizet? Én állom. Nehogy is, Csabi. Hát most a Csabi elmegy vacsorázni, hát persze, hogy a Csabi, hát nem lehet. Ja, hogy ő hívja el őket. Hát nem, hát azt az egy embert, akivel elmegy Valentinában, ki fizet? Hát a Csabi fizet. Hát szerintem, jó? Hát mi reklámot csinálunk ennek a dolognak, hát hogy fizetnénk? Hát a megfizethetetlen eleve az, hogyha csak reklám időben néznénk azt, az idő mennyiségét, amiben mi azzal foglalkozunk, hogy a Csaba vacsorájának reklámot csinálunk, akkor... Értem. Hova menjenek? Akkor valamelyik Michelin csillagosba menjenek, nem? Teljesen egyértelmű. Hát hova menjenek máshova? Jó, gyerekek, oda menjenek. Valentin napi vacsora Vastag Csabával Budapest egyik Michelin csillagos éttermében. De a koncert előtt vagy után lesz ez? A koncert előtt vagy után lesz nem, ez? Nem, azt azért a Csabára bízzuk. Tehát az időbeosztásában nyilván nem tudok beleszólni. Hm? Mikor lesz a koncert? Azt nem tudom, mert hát miért lenne mindegy? Hát azzal, akivel elmegy vacsorázni, nyilván most előtte találkozik a backstage-ben is. Reklámot csinálni. Tessék? Ott lesz egy backstage látogatás is. A pont koncertje van. Tessék. Vastag Csabi találkozik a barátaival a backstage-ben. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt is elintéztük neki. Ja, ez nem volt benne eredetileg? Rohadtul nem. Na, hát akkor most már ezt is tudjuk. És igen? A vacsorán Vastag Csabitól ajándékot is kapsz. Nagyon kedves. Ez a Csabi, ez egy úriember. Ez egy lovag. Budapest, Michelin csillagos éttermén a Vastag Csaba vacsorázni megy, és ajándékot visz a Morning Show kiválasztottjának. Akit itt mi adásban kiválasztunk, hogy ki legyen. Drága, na, összeraktam a Valentint? Elképesztő. Kerül egy forintba is a rádiónak? Kerül egy forintba is ez nekünk? Megcsináltam a Valentin napi ajándékot. Megvan. És nők ezrei fognak SMS-t írni, hogy én akarok elmenni Vastag Csabával vacsorázni. Aha. Meg vagyunk? Hihetetlen. Egyébként tökre olyan, mint nem is egy ilyen 21. század, ő egy ilyen, mint egy ilyen 18. századi lovag. Tehát, hogy ő egy igazi, ő a szerelem nagykövete. És szerintem mindez, mindenki hálás lehet neki ezért a felajánlásért. Ha a szerelem nagykövete, a szerelem nagykövetének mondja magát, nem? Igen. Hát mostantól kezdve annak kell, hogy mondja, mert ha nem, akkor azokat árulja el, akik megveszik a lemezeit, akik szerelmesek. Mit csinál egy romantikus férfi? Jó helyre viszi a nőt, ő fizet és ajándékot visz. És nagy ajándékot. Nem kis szart, sem. Nagyot. Tehát teljesen egyértelmű. Egy wellness hétvége Csabival. Meg is van. Elő van. A Sárvári nem tudom milyen hotel van. És meg vagyunk? És a szerelem nagykövete mit csinál? Nem viszi el meloda az öccsét is, hogy ne unatkozza meg, ne legyen neki kellemetlen. Nem viszi el, egyedül megy. Nem, és ez egy hosszabb menü, tehát hogy ez egy két órás, egy ilyen degusztációs menücében végigesznek, vidáman beszélgetnek, jó borokat fogyasztanak, és nagyokat kacagnak. Így van, és utána pedig közösen mennek wellness hétvégére. A degusztációs küldet majd a Csabára. Ennyire jó fej. De basszus, én eddig is tudtam, hogy jó arc, de hogy ennyire. Hogy rápörgött erre a történetre, és hogy kikerekített belőle egy ilyen nagy csomagot? Megkérdezed, hogy minek köszönhetjük ezt a nagy lehetőséget? Miért csinálja ezt? Nem kellene neki, nem várja senki, és mégis ilyen jó arc. Már be van kapcsolva? Figyelj, a szerelem nagykövete éjjel nappal be van kapcsolva. Kérdezz meg, hogy a szerelem nagykövetével beszélünk-e. Alszik. Nem. Rajong életedre válaszol, biztos, hogy nem az. Kézzel. Szerény, azért nem veszik. Dehogy nem. Halló. Csabi! Balázs Morning Show, hello! Most kell te? Szevasz!
Fölébredtél? Persze. Ebben a pillanatban. Élő adásban vagy, csak mondom, nehogy valami nagyon-nagyon-nagyon csúnyát mondjál esetleg. Figyelj, hogy... Szeretnék megköszönni. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni azt a felajánlást, hogy... hogy tessék? Sugárs, szeretném megköszönni, igen. Hogy elveszel egy hallgatót vacsorázni Valentin nap alkalmából majd tőlünk, hogy mi kiválasztjuk a hallgatót, és te elviszed. Hogy ezt szeretném megköszönni, hogy ez egy nagyon rendes húzás. Mi nem várjuk el, hogy Michelin csillagos étteremben legyen, de hallottam, hogy azt szeretnéd, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy akkor választanánk neked egy női hallgatót, és akkor, hogy elviszed vacsorázni, ez nagyon kedves tőle, csak ezt akartuk megköszönni. Jó fej vagy. Igen, azt jó fej vagyok tényleg, úgyhogy szívesen. Nagyon rendes vagy. Mondtuk, hogy valami pici ajándékkal is készülsz, ez igaz? Azt hallottuk, hogy lesz ott valami pici ajándék. Reméljük, hogy lesz. Jó. De csak egy apró figyelmesség, tehát nyilván nem kell túl költekezni, mert mondjuk, hogy a vacsorával, meg az ajándékkal, meg ugye a backstage látogatással együtt, szerintem ez már sok lenne azért. Igen. Hát, meg ugye az ő barátainak a nagy koncertről jegy. Hogy? Igen. Ja, persze. Igazából a backstage látogatás szerintem a legjobb az egészben, tehát az egy nagyon hasznos. Igen. Nagyon hasznos túra. Tudtál erről a vacsiról, Csabi? Igazából most tudtam meg, de tök jó dolog ez, hogy van ilyen, és szívesen vacsorázok mindenkivel, magammal is, meg másokkal is. Nincs is jobb egy ilyen nagy közös vacsoránál. Jó, akkor mondjuk majd a részleteket. Mi csak azért hívtunk, hogy eljutott hozzánk ez a felajánlás, amit tettél, és ezt meg szerettünk volna megköszönni, hogy ez egy nagyon szimpatikus dolog volt. Jó? Mikor van Valentin? Csütörtök? Péntek? Mindig ugyanaz a nap. Jó, te szemét! Te 14, te tudod, te romantikus. Igen. De nem, ezt kell tudni. 14, jó. Akkor jelentkezünk még a részletekkel kapcsolatban, jó? Foglaljuk az asztalt, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Legjobbakat mindenkinek. És ez egy nagyon-nagyon szép gesztus tőled. Köszi, Csabi. Ciao. Hello. Ennyi. Ő rendes. Ő a szerelem nagykövete. Tehát, hogy és most sem okozott csalódást. 9:30 van, és ma még annyi teendőm van, amit el kell intézni. Még jónak kell lenni, még. De hogy megint adtunk. Csabi nagyon rendes. Na, ennyi. Mert mi nem nagyon foglalkozunk ugye Valentin nappal. De hát egy kicsi ajándékot azért én szoktam menni. Kinek? Te rohadék, hát azért valami apróságot kell. Ja, jó. Valami apróságot kell. Jó, de neked nagyon beégett ez a nap. 16-12 fő. Nem nagyon szeretem, de azért egy kicsi ajándékot azért azt lehet ilyenkor venni, azzal nincs baj. De mindenki másnak mekkora örömet szerzett most ezzel a Csabi. Jó, szűk, csak csajok, vagy menjenek pasik is? Már úgy értem, hogy pasik is jelentkezhetnek? Tehát akik szeretik Vastag Csabát, vagy Csaba menjen el lánnyal vacsorázni, hogy legyen? Hát, szerintem tök mindegy, hogy vagy pasi, vagy csaj, vagy mindegy. Itt a gesztus a lényeg. Szerintem lehet ez egy szerelmes hárlekén foltos dog is. Igen, de pont erre gondolok, hogy mit tudom, lehet, hogy van egy 50 éves háziasszony, akinek van egy dán dogja. És a dán dog, amikor Vastag Csabát hall, akkor mindig nagyon csóválja a farkát, vagy jókedvű lesz, aha, vagy ugrándozik a lakásba, és ő benevezi a dán dogot, hogy hagyd menjen Vastag Csabával vacsora. Vagy csak csajok mehetnek, vagy pasik is, gyerekek, rajongó, tínédzserek, bárki elmehet? Szerintem van bár. Csaj. De mind a anyukák is? Persze. Tehát nem úgy értem, hogy fiatal lány, tehát anyuka van. Anyuka is. 48 éves anyuka, akinek van egy férje, de a férje mellett imádja Vastag Csabát. Tehát akkor ő is jelentkezhet majd. Igen. Nem? Hogy igen, elmenjen vacsorázni. Azt nem tudom, hogy mert hogy a dog is egyébként tényleg jó ötlet, de hogy a Michelin csillagos éttermekben van külön menü egy kutyáknak, vagy tudnak nekik összedobni valami. egy degustációs, hogy hívják, a csont menüt, vagy ilyesmi. Na tessék, jöttek SMS-ek. Akarom a Csabit, ja nem, akarom a vacsi Csabival. Puszi Béla. Jó, nagy klasszikus. Jól van. Oké, akkor csütörtökön kisorsoljuk azon hallgatónkat, jó? Aki mehet vacsorázni. Hogy fog erülni a Csabi? Én nem tényleg magamhoz komolyan mondom. Ez a szintű önzetlenség, ez, hogy ez az adni akarás. Ez a fajta hihetetlen. De hogy korán reggel még ébren sincsen valójában, és már ad. És adni akar. Így nappal lát éve. Érted? Ezért nem alszik. Igen. Most hallottam egy másik rádióban, hogy Vastag Csaba koncertjén Sebestyén Balázsral énekel duettet. A három genyó, ez az új neve a műsornak. Gyerekek, nem erről van szó. Nem, ez nem genyóskodás. Itt egyszerűen fölültünk egy hullámra, és szeretnénk a mi női hallgatóinkat boldoggá tenni. Kivel teszel ma Magyarországon boldoggá egy nőt? Vastag Csabával. Vastag Csabával. Hát nem? Ennyi.
Ha most ő nem menne pénteken vacsorázni, egy kedves hallgatok, hát én hazavinném például. Mit szól a Mónika beállítaná Csabában? Hát mert kivert egy a boldog az ember azt, akit szeret. Vastag Csabába. De mondtad. De mondaná, hogy már köszönöm, Jani, nem vagyok és a Balázséknál már ettem túl. Igen. és még Feriékhez is kell menni. Miki olyan kaját csinált, hogy nagyon, nagyon jó volt. Mónika nincs ányúlva Vastag Csabira? Nem nagyon? Nincsen. Nincsen? Nincsen különösebben, de hát ő is tudja, hogy ő a szerelem nagykövete. Tehát meg tud tenni mindent, amit kell ilyenkor. Fia, ő az egyetlen olyan X-faktoros, akinek még mindig ennyi aknia van. Igen. Egyébként, nem? Mm. És hogy most egyel több vagy kevesebb, értem, most a pénteki ugrat, nagy ügy. Ő ez egy jó befektetés. Reggel fél hatkor fél pénzért még beugrik egy karaoke buliba. De ezt egy konkrét 5-6 miután itt még álljunk meg egy karaoke-t még lenyom egyébként. Na jól van. Az étterem melyik lesz? Hát két Michelin csillag van. Kettő közül. Egy a Rádaiba, egy pedig a Vörösmarty téren. Jelen pillanatban két Michelin csillagunk van, ugye? Hát ha jó fejünk, mind a ketten jelentkeznek. Hát figyeljük fel a Gerendait. De ő csinálja az egyiket. Tényleg. De nem, az nem, az nem szép dolog. Nem, annyi időt nincs, az nagyon lassú beszélgetés. A tarhálás nem szép dolog, ugye? A tarhálás nem szép dolog, fizetni annak kell, aki elmegy. Csabi jön el, fölajánlotta, az más. Így van. Szívesen bemondjuk, de most fölhívni a Gerendait. Kíváncsi, vajon hányan ünneplik a Valentin napot egyébként? Ez mennyire népünnepé, mert a karácsony nyilván azért az mindenhol van. De ugye? Tehát azt a legtöbben ünneplik. Egy ember most fogja, az biztos. Kettő már tuti. De hogy Magyarországon hányan? Sokan. Igen? Szerintetek sokan? Elterjed? Baromi sokan. Sokan. Imádják szerintem. Igen? Aha, elviszed egy vacsira, egy valami kis ajándékot veszel neked, mint egyesek, akik behajtották a derekukat ennek az ünnepnek. Á, valami van, csajok, mit tudod. Mit szoktál venni? Olyanok a nők, tudod, hogy nem mondják, nem várják el, de mégis örülnek. Aha, nem? Még el is mondja, hogy ő nem szereti a Valentint. De lehet, hogy nem is szereti. De ugyanakkor azért, ha kap valamit azon a napon, akkor azért kicsit örül. Nem így van? Ja. De. Tehát a nők szerintem sokszor nem mondják el, hogy mire vágynak valójában, meg talán nem is gondolják, hogy kapnak, de ha mégis kap, akkor azért annak tud örülni. Nem? Igen. Aha. Igen. És egyébként azzal sem értek egyet, hogy ez az egész a lehúzásról szól. Most az, aki azt mondja, hogy ez a lehúzásról szól, az ne vegyen semmit. No, akkor azt ennyi. Köszönjük szépen. Tehát, legyen aznak kedvesebb, nem? Vagy ilyet ne adjon? Ennyi. Tehát nem kell feltétlenül neked venni valamit ahhoz. Persze. Nem kell mindenkinek. Valentin abban jó vagyok. Így, hát abban is. De ez komolyan. Olyan ajándékot adtam a Vikinek, amit szerintem kevesen. Most vagy? Sose találjátok. Tavaly vagy most? Nem, most pár évvel ezelőtt. Pár évvel ezelőtt. Na tessék, egyet-egyet találtam. Elvitted egy hosszú hétvégig. Hát az nem. Nem? Meghagytál valamit? A tányéromon meg. De mi van? Igen, egy sajtos róló. A feje megmaradt. Nézd, lazac, a feje megmaradt. Nem. Vettél neki virágot? Nem. Gyűrűt? Nem. Aranyat? Utazás? Aranyat, én nem veszek aranyat. Vettél neki aranyat? Szerintem az arany az öregíti a nőt. Aha. A fehér? A fehér az nem. Szerintem sok gyémántal a fehér arany az szerintem nem öregíti. Az kifejezetten fiatalít. Fehér arany, marék gyémántal, azt szerinted öregít, nem? Na. Gyereket csináltál? Konkrétan igen. Tényleg? Tényleg. A Penny aznap jött össze. Igen, honnan tudtad, Gyuri? Ott voltál? Mi? Aznap jött össze. Tényleg? Csak igen. Nagyon csöndben voltam. Az tök jó. Igen, aznap. De mennyi időt vártál vele? És mondtad neki, hogy na, jó, legyen, csak legyen valami apropója is. Na, nézzük a naptárt. Valentin nap. Jó, akkor írjuk be, Valentin nap szex. Jó. Valentin napi szex. Be volt írva, bejelzett a naptáram, 11 órakor becsipogott. Nem, tényleg visszaszámoltuk, és úgy jött ki. De úgy nézegetett, hogy igen, nemzetközi tűzoltónap, nem, jó, a várandos... Ha mondjuk a tűzoltónap, még azért odafértem volna. Igen, a tűzoltónap, ja nem, rosszul olvastam. Hát a tűzoltónapra már nem, de a tűzoltónapra... Az régen volt az a nap. Az igen. Az nagyon régen volt, hogy én még tűzoltónapra odaférek, de a tűzoltónapra... Valentinna. Igen, de nem egy maradandó ajándék? De ez? Szép ne. Ajándék. Csokit kapsz, megeszed. Virágot kapsz, elhervad. Nem? Nem? Kaktuszt ültetsz, megszúr. Mit tudom én? Tehát, hogy vágod ezeket a dolgokat? Nagyjából egyébként tényleg így van. Sokan ültetnek kaktuszt. Pulóvert veszel, kinyúlik. Nadrágot veszel, elhordod. Mit érted? Csokit, bármi. Marcipán, megszárad. De? De ott van. Mutass nekem még egy beszélő ajándékot, nem? Hát, érted. Mutass nekem, amiben nem kell elevet cserélni. Érted? Hát, és hasonlít mind a kettőtökre. Na, hát, teljesen rendben van. Ugye? Na, jól van. Drága női hallgatóink, tessék akkor hegyezni magatokat, jó? Nem keresünk egy nőt a fiúknak?
Milyen nőt? Hát aki elmegy. Hát, kedveskedjünk most a csajoknak. Ne legyen ez ilyen szép gesztus tőlünk. A mi ajándékunk nektek. Hát persze. Vagy tálcán vastag Csabi. Jó, csütörtökön akkor mindenki. Mert arra gondolta, hogy például piros tökre örülne neki. Hogyha valaki nem elmehetne vacsorázni. Gyerekek, szerintem vágópiros határozottan örülne, ha elmehetne valaki a vacsorázni. Nekem már pedzegette is a múlt. Mondta? Persze. De nem emlékszel, te is ott voltál. Mondjuk hallottad. Igaz. Úgy fél füllel. Hogy Valentinra úgy elmennék vacsizni, mondta ezt. Na jó. Oké, fél tíz múlt pontosan 3 perccel friss közlekedés híreket várunk, és jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatait. M5-ös Pest felé Inácsi pihenőnél 3 autó koccant, 1 sáv járható, utána 1 kilométerrel pedig fakivágás zajlik, ezért van torlódás. Ugye ezt az előbb kérdeztük, hogy mi az oka a dugónak az M5-ösön. Hát ez. Korhatár van-e a vacsira, kérdezi valaki. Nincs. Hát ilyen alsó vagy felső, azért ugye az nem mindegy. Hát alsó legyen, nem? Felső az nem. Hát. Határa csillagoség. Hát most ne legyen alsó. Alsó, felső is legyen, mert hát nem csak pépesek vannak ott, ez egy nagyon jó étterem, tehát ott rágni kell. Úgyhogy szerintem alsó, felső mindenképpen legyen. De imádják a hallgatók. Hihetetlen nemes gesztus ez a Csaba részéről, tényleg. És a hallgatók ezt értékelik is. Igen, és már sokan jelentkeznek rá, hogy mennének. Minket is meglepett. Igen. Igen. Hát ki gondolta volna? Hát, én tudtam, hogy jó arc, meg hogy a szerelem nagy követe, de hogy ennyire. Valaki annyira ráfűzött a vacsorára, hogy nem lehet inkább az elmentes övezetes Gáborral. Az nagy. Én bírnám, és tuti nem rontanám el a gyomorom, írja viccet. Tehát itt már elindult egy ilyen kívánságkosár, mint a Duna TV-n, hogy ki kivel szeretne vacsorázni. Igen. Jason Statham-el nem tudnátok intézni valamit, kérdezi Brigi. Na jól van. 6 perc van pontosan 10 óra. A Pásztó Mátra keresztes között a hasznosi víztározó gátjánál KPM ellenőrzés van. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság van? Hát a ti módszeretekkel megköszönöm nektek az aláírást. Jaj, de szép! Nagyon szívesen. Hát akkor Csabi, úgy mi is. Nagyon szívesen. Az iskolának a kis portás nénie megköszöni. Jó? Ahogy azt a 100 darab aláírás tudod. Ahogy gondoltatok rá, és így egyből küldtetek. Nagyon szóval szívesen. Nélkül, nagyon nagy, abszolút. És hihetetlen, hogy Balázs maga viszi át. Érted, ez a Balázs, hogy miket fel lehet. Hihetetlen. Jó van, jó volt a hétvégén? Fú, nagyon mozgalmas volt. Ugye most volt a Romeónak a névnapja, előtte egy héttel Demeternek a születésnapja, és volt egy ilyen nagy közös ünneplés, játszóházas, barátokkal, gyerekekkel, nagyon nagy volt, és aztán még volt egy kis házi buli utána. Tegnap meg moziztunk, megnéztük ezt a Lego kalandot, ami ajánlom, mert hülyére rögtük magunkat. Jó. A gyerekek is, tehát nekik is poénos, meg felnőtteknek is. Tehát nem hallottál más, csak visítozó anyukákat. Azt írta a kritika, hogy nagyon bírják a felnőttek. Kisebbek is? Kisebbek is. Hát a kisebbik fiam az még szerintem most is ezer, hogy milyen poénok voltak benne. Igen, de nem ilyen nagyon berekedős boszorkány, tehát nem ilyen nem durva? Nem. Ez jó. Oda Benit. Jó. Na, hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, övé az ajándékcsomag. Plusz vannak plusz ajándékaink is, ugye? Igen. Uh-huh. Azt mindenféleképpen megkapja. Hogy? Kicsi? Gyere! Ne! A bajta. Oké. Miért nem veszed? Felfogja. Nincs a közelben, dolgozik. Rossz számot hívtam. Jó, oké, akkor hát ez sajnos nem. Alá nem írtam, nagyon jót írt. Enyingen az Rényi utca jól járható, de ez kit érdekel, hisz Zsák utca. Ezt kaptuk SMS-ben. Az ajándékot eljuttatjuk majd, akkor hozzá. Alá nem írta nevét, nem tudjuk, ő a naphallgató, jó volt, amit írt. A plusz ajándékokat, azokat megkapja. Igen. Vannak plusz ajándékaink. Csabikám, remek zenéid lesznek? Hozok nektek egy olyan újdonságot, amit szeretni fogtok. Na. Gatti di Amalfi. És Pál Dénes közös újdonsága, Brave New World. Ami szerint, ha szerettétek, annak idején nagyon sokat ment még szerintem a Skyon, a Beloved-nak a Sweet Harmony klipje, rogyásig játszották. Mesztelen nők küldögéltek benne. Igen, mi ezért szerettük a klipet, de egyébként a dal meg nagyon dallamos volt, és ilyen jó hangulatú. Szerintem a hangulata, tehát nem azt mondom, hogy nyúlás, de a hangulatában ez a dal, ez pontosan ugyanolyan. Én nagyon szeretem ennek a hangulatát, és ugye tovább is jutott most a dalban, a középdöntőben ezzel az újdonsággal a Pál Dénes.
Akinek ugye nem csak szép szemei vannak, hanem jól is énekel ebben a dalban. Ez a te számból elég fura, de... Hát igen, ha lenne, hogy... szereti, szereti. Jó, hát ha bejön... Közeleg a Valentin napot. Igen, nincs ezzel tudjuk. Csabi is tudja már, igen, már a másik. Jó van, akartál még valamit mondani? Ja, csak semmi, csak nyertél volna most a hétvégén a lotton, akkor pont tudtam volna mondani, itt Pászta és Mátra keresztes között, ahol a hasznosi víztározó van, na ott van a hasznosi vár, amire kellett volna a lóvé, de hát nem. Ja, igen, ígértem, hogy veszek neked egy várat. Igen, hát ez nem jött össze. A 30 számból egyet találtam. Na mindegy. Nem, a szűz kezem mozott szerencsét. Jó van. Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00, ez a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok!